Morning Show. Magyarország első és egyetlen morning show-ja. Jó reggelt! És most, hölgyeim és uraim, elindul Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Akik nélkül nincs reggeli rádiózás. Ez itt a Morning Show. 6 óra után 12 perccel jó reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk, álló Feri, álló Jani. Sziasztok, jó reggelt. Hello, drága hallgatók, itt egy tapsot is minden korán kelőnek. Vagy későn fekvőnek. Vagy későn fekvőnek, így van. Na mi újság, minden oké, minden oké? Abszolút. Jó van. De ezt a, nézd meg ezt a frizurát. Mi van? Azt nézd meg, hogy hogy megint. Mi az? Nagyon mi, kensz rá valamit? Nem. Vagy mit csinálsz? Nő. Négy reggel. Valami, vagy nem tudom. Most már azért régen volt ez a sztori. Hát most már azért négy hónapi. Most már nem januárban. Visszakaptad az imidzsedet, de tényleg. Igen, most már jövök. Jössz előre, igen, most már nem nézel annyira hülyén ki, mint amikor igen. Egy cent is volt. Kezd vállalható lenni. Igen, ez már az. Megjelenhetek társasági eseményeket, mondhatni most már tulajdonképpen. Kicsit közelebb húzzuk ezt a pultot. Szóval igen, hát négy hónap alatt azért... A januári visszavágás volt, igen, akkor 3-3 és fél. De most már teljesen emberi kezd lenni. Ha nem kellene képernyőzni, hagynám. Szóval visszavágnám, igen. Csak a képernyő nézek ki tényleg úgy, mint egy utolsó stádium most. Tehát, kevesebb meló van vele. Igen, az biztos. Egyszerűen nincs vele meló, és nagyon kényelmes viselet. Csak nem előnyös a képernyő, mert hogy ilyen 40 kiló a vékonyabbnak tűnsz, meg olyan, szóval, hogy nem, hát nem mutat túl jól. Nem mutat túl jól, úgyhogy megnevesztjük. Megnéztük, most megint ott be kell állítani reggel, már izé van, már mit tegyek vele, már fodrászhoz kell menni, szóval van vele nyűg, de hát valamit valamiért. A főnök szólt, amikor levágattad, hogy jó, aranyos volt a izé, de most már csinálj rá, addig nem lesz műsorod. Kit gondolsz a főnökről? Viki. Azért kérdezem, hogy milyen irányból ennek. Milyen irányból? Nem szólnak ebbe bele. Nem, semmi. Nem szólnak. Mondjuk kopaszon menné be. Semmit. Tényleg? Semmit. Nem, hát ennél ez egy profi gépezet, szóval nem ez nincs ilyen dedó, hogy akkor most milyen haj, meg semmit. Miért nem mondtad, hogy frufru tágadsz? Igen. Mert az Erős Antonia levágatták opaszra, abból lehet, hogy lenne valami. Az azért. Szóval abból lehet, hogy valami. Jól állna, de... mondjuk, szerintem. Vagy nincs nő, akinek jól áll. De szerintem van, az Antoniának nyilván nagyot nyelnénk, meg meglepődnénk, de szerintem ő annyira dögösen karakteres az arcával. Jó, kell hozzá egy jó fejforma, igen, azért. Igen, tehát akárkinek nem áll jó, de szerintem ő neki így egyet ütne. Aztán nyilván, amikor nő. Amit a híradóban nagyot néznék. Az azért biztos. Elsőre, úristen. Igen. Ő érdekesen néznek. De ebben nem szólnak bele, meg nem kérnek semmit, meg nincs ilyen kötelező haj, viselet, meg ruha, meg ilyen szalem. Nincs már ilyen, hál' Isten. Igen, nem egy egyszerű dolog ez a rövid haj. Ott volt például pont valamelyik nap beszéltünk Pitte Ármarról, a Roxette énekesnőjéről, a Mériről, hogy neki mennyire jól áll, de hát nem minden nőnek áll jól a rövid haj. Annak a rövid kifejezet. Volt. Igen, jót tett neki. Jót tett neki, de azért a legtöbb nőnek, én is inkább hosszú hajmániás vagyok. Itt ezek a rövid haj, ez nekem egy picit nagyon fura. Hát nőiesebb, azt mondják. Úgyhogy Balázs is mindig mondtam, hogy növessze meg, mert annyira jobban bejön, mi? Annyival szívesebben túrnék bele a hosszú haját. Bele túrnálak is, hogy az kámban. Na nézzünk gyorsan egy-két SMS-t, hogy kivel mi történt, ébredezzünk, és akkor ez segít abban. Azt mondja, hogy ma már korán reggel kint vannak az M7-es Pákozi pihenőjénél, és drága képek készülnek a gyorsajtokról, Pest felé közlekedőkről, Csongor küldte nekünk. Aztán jó reggel, segítsetek, minden perccel egyre közelebb, szívem zakatol, gyomrom görcsben, évforduló, együtt élünk, de nem tudunk egy jó indokot, hogy szakadjak el egy órára, hogy ne tűnjön fel neki, mit tegyek, nyerek ötletelési időt, prostata vizsgálat indok kizárva. Na jó, ez most elég sűrű, már elég sűrű, tehát hogy kellene egy indok, amivel le tud lépni egy órára, hogy aztán ott beújítson valami ajándékot, és akkor zakatol, gyomrom, görcsben, ezt én sem értem, már az évforduló miatt nyilván. Hát, igen. Valamit el akar intézni, biztos, ajándék, meglepetés, vacsorát. Friss évforduló lehet, még a szíve zakatol és a gyomra görcsben. Igen, egy hónaposak szerintem. Én is azt gondolom, hogy ez pár év után ezt már nem fogod érezni. Pár év után már nem ez lesz, igen. Hanem jaj, megint itt van. Igen, vagy azért zakatol, mert a szívednek azért lesz görcsben a gyomrat, hogy nehogy eszébe jusson, hogy évfordulótok van, mert megint elfelejtetted. Vagy például, hogy valaki most nesze az árba, de rájössz, hogy csak a szomszéd ment, és akkor megnyugsz, hogy jó, még nem jött haza. Nem? Tehát, vagy láttál egy ismerős autót elsuhanni a Méta utca mellett, hogy bent álltatok a buxusban a lányjal, és akkor... Igen, vagy emelkedik a garázskapu, és rájössz, hogy nem emelkedik, nem ő jött haza. Tehát, hogy csak egy autó, mert csak a kugás autó ment el
a házatok előtt. Szóval hát egy órára azért el lehet menni, valamit találj ki, ugye. Csekkbefizetés. Például, vagy el kell menne tankolni, vagy gumit fújatni. Vagy lemosatod az autót. Autót mosatni, vagy autószerelőhöz kell, mert elszállt a lambda szondát. Az. Vagy egyébként tényleg a folyik az olaj az autóból. Az jobb, mert ez a... De kicsim, nincs is autó. Hogy van autó, ezért az úgy nehéz. Ez a hirtelen le kell mosatnom. El kell mennem, le kell mosatnom. Ez kihiszi el, hogy ez miért olyan sürgős. Mindenki csillog, villog. De évek óta 6-os 4-essel járunk. Eladtak az autót 4 évvel ezelőtt. Nem baj, le kell mosatnom. Szóval valami észszerűt találj ki, de egyébként meg lehet. De nagyon szép és nagyon. És nekünk is volt ilyen. De már elmúlt. Neked volt ilyen? Mi? Volt? Nem, mert ja, úgy értettem, hogy nekünk, mert hogy tényleg én is belesek a halmazba. Nem, mert nektek nyilván, nekem. Tegnap este voltam, és most már értem, miért járnak az emberek telepjáróval. Így, hogy telepjáróval. Telepjáróval, igen. Borzasztóak az utak. Hát, Vista hozott nálunk ilyen. Igen. Egyébként tényleg katasztrófa. Elképesztő. Én nekem most vizsgázott a kis fekete csoda. Na, a két személyes kérlek szépen. Találtál valami ismerős tavalyunk be tudtad tolni. Persze, tudtuk tolni. Hát azért ilyen tiszta, mert lemosták, nem láttál? Hát Csini, védd el a mosóba, akkor könnyebben átmegy. Akkor könnyebben átmegy. Egy hónapig a kórhelyben nem védd el? Nem, egy évig oda jár, és a rokonok is jöhetnek. Áttoltuk, na és elvitték ugye vizsgára, és ott átnézték rendesen, és mondták, hogy jó, akkor a két lengőkart elől cseréljük ki, mert hogy a budapesti utaknak köszönhetően az hello, rögtön úgy, hogy így kezdődött a vizsga. Tehát egy tényleg katasztrófa. Igen. Az autós írt, hogy nincs autója, akinek a gyomörzsben. Jól éreztem, hogy csináltass meg a labdaszondát, és menj. Leesett a lánc a bringádon. Na igen, és mondjuk, nincs bringám, tudod, és ilyen szociodráma. Akkor be kell fizetni a közös képviselőt, házam sincs. Nem tudom, el kell vinni a szemedet a lakásom sincs. Szóval ennyit tudunk segíteni, valamit találj ki. Jó, aztán írd meg, hogy sikerült. Kikapnék tőletek. Na hát ilyen SMS-t is ritkán kapunk. Kikapnék tőletek. Valaki megveretné magát velünk, ez jó? Jó, vigyázzunk, mert ez lehet, hogy trükközés van. Aha. Igen? Lehet, hogy aztán úgy játszik, mint az állat, igen. Szeretném még egyszer megköszönni a tegnapi naphallgatói ajándékcsomagot, és ha nem vagyok nagyon popátlan, küldenétek nekem autogramot, imádlak titeket, köszi, puszi, Kitty. A válasz egyszerű, nem, Kitty. Az ajándékcsomagok nagy része nem innen megy. És még valamikor a hármasugrást aláírtuk, de már az sem, mert azt is elvették tőlünk, illetve hát nem tőlünk megy, úgyhogy simán egyszerű ajándékok vannak, de nem tudjuk aláírni. Itt nem őrzünk egy raktárban ajándékcsomag százai. Nincsen ilyen. Nem lehet, egyszerűen nem lehet technikailag sem megoldani, viszont megyünk turné. Hamarosan, és akkor addigra megkapod az ajándékot, elhozod, aláírjuk, örülünk. Igen. Azt mondja, hogy hívjuk, annyira jó beletek indítani a napot, hogy esküszöm, holnap korán kelek a szabad napomon, puszi. Ó, de drága vagy, köszönjük szépen. Hát ez igazán jól esik. Mi volt tegnap mindenkivel? Minden oké? Minden rendben van? Én állatkórházasztam meg az délután, úgyhogy hát nekem semmi vidám. Úgyhogy jobban van a kis blokk? Nincs. Nem is lesz már. Nem is lesz? Ja. Nem. Nem, sajnos az a baj, hogy hát még egy pár hónapja van hátra, jó esetben. Én tudom, milyen két kutyával csináltam ezt végig, hogy kenyeretlen. A francia buldogom van. Az a baj, már sok, úgyhogy most már kezdünk egyébként tele lenni az érzéssel, úgyhogy valószínűleg ezt a projektet egy picit így félre is tesszük majd, hogy lehet így nehezni. Ne szóljon be senki korán reggel, hogy projektnek neveztem a kutyával. Köszönöm szépen. Én tegnap kaptam anyám miatt, akármerre jártam. Eleve úgy vezettük fel. Igen, mindenki azt hallja meg. Csak erről jutott eszembe. Nem baj. Mi az, hogy elteszed az anyád? Jó, mindenki azt hallja meg ezekből a megszólásokból, amit meg akar hallani. Tehát, hogy eleve úgy vezetünk fel a megszólalást, hogy ezért jó lenne, hogyha tudnának egy picit a sorok között olvasni, meg éreznék a humorfaktort, meg az iróniát benne, meg imádom egyébként azt, hogyha ilyen szituációkra, meg ilyen helyzetekről, mondjuk egy filmvégjátékban, mondjuk egy Kusturicában értekeznek, akkor milyen vicces, meg milyen helyes, meg jaj, de jót rögünk rajta. Hát nyilván élőszóban persze minden más, de ezekkel nem kell foglalkozni, meg reagálni sem. Mondják. Persze, tágítsuk csak az inger küszöböket, őket még jobban kell irritálni. Nekik mondd meg, hogy már hogy már el is rak, köszönöd, de már igen. El is raktad a babát egyébként. Már megvan, már otthon van. És már otthon van. A hamvasztást is előre elintéztem, hogy ne legyen vele gond. Ilyeneket kell. Na, gyorsan akkor megmutatjuk, hogy mi történt velünk tegnap, ha minden igaz. Kihallgatott beszélgetésekről beszélgettünk, hogy ki mit hallott már. Egész helyes SMS-eket kaptunk, amikor úgy folytak bele a hallgatóink egy-egy beszélgetésbe, hogy
hogy ők ezt nem akarták, de mégis kihallották. Egy színházi élmény vezetett a témáig, ugye, amikor is én kihallgattam egy arcüveg műtétet, ami szétszette a rostokat, a néni fosott az antibiotikumtól, és Zuma medet ajánlott az orvos, mire mindenki elkérte a remek arcüveg doki telefonszámát. Mögöttem a színházban három hölgy vidáman kitállalt, megtaglalta, hogy mennyire híg a széklet az antibiotikumtól. Óriási volt, imádtam. Egyébként ők valójában színi kritikusok voltak, úgy fogalmaztak véleményt meg az előadásról, hogy nem róla beszéltek. Tehát, hogy ez mutatta azt, hogy mennyire kötött el őket az előadás. Tehát, hogy... Még fél időben a humuszbárban is eszembe jutott a néni, aki fosott a szumamentől. Mi lehet most vele? Ott maradt-e a darabon, és nézi, ki tudott-e menni esetleg? Kiért szárazon-e a budira, vagy szegénynek előadás közben kellett mennie. Szóval megmutatjuk ezt a részt a tegnapi adásból, aztán jövünk vissza még a hírek előtt. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Morning Show. 3 perc múlva pontosan 6:30. Kedves Balázs, a haspedése már elmúlt. Üdv színházból a néni. Köszönjük szépen, hogy minket hallgat, és örülünk, hogy minden rendben. Igen. Azt mondja, hogy... Azt nézem, hogy van-e friss közlekedés. Balázs Örök, Vasas sportás, Feri Angyalföld, ma győzni kell Békés Csabán a Vasasnak. Hát most én nem tudom, hova húzzak, mert most én tényleg Angyalföldön lakom, hát, de a végig most jó kézzel közé ültél, öcsém. Te Angyalföldi vagy, igen, de mondjuk ebben az esetben kinek drukkoljál? Így van, régi barátaid, hát vagy az új barátaidnak. Amennyit én Csaba meccsen voltam, egyszer kimentem meccsre, megkerestem a haverjaimat, és hát így nem értettem ezt a futballrajongást, tehát mindenki szotyizott, meg ment a húha anyád, és akkor én háttaláltam a pályának, mert a lelátom kerestem. Neked kiabáltak, vagy pedig a... Szerintem nekem, mert nem látták neked, hogy tőlem a meccset. Na, ilyenek voltak, azóta se voltam ki, de nem, most nem tudom, hova álljak. Mondd meg inkább, hogy állunk játékkal, az biztos. 1-0-ra vezetünk mi. Ki hozta be tegnap? Hosszú hetes, Jani. Jani játszott, így van, hát és azt hiszem 12-2 talán a havi, vagy a heti állás, de 12 nyerthetünk, a 2 buktunk, 1 pont a miénk ezen a héten. Valaki csak annyit írt, várok rátok, a számom tudjátok. Aha, jó. Hát, el sem merjük hívni. Zsivány. Azt a mindenit, várok rátok, a számom tudjátok. Na, drága hallgatók, hát akkor tudjátok, hogy mi a helyzet. Jó, a lecke fel van adva. Úgyhogy lehet jelentkezni. Lehet jelentkezni játékra, ha játszanátok velünk, és... mit mutattál? Mit? Melyik ujjad volt? Letöröm, hogy dolgozunk. Annyomja. Persze, mert egy picit többet beszélünk. Úgyhogy jelentkezzetek játékra, jó? Mi pedig jövünk Ákos hírei után, és ha van friss közlekedés híretek, akkor azt is küldjetek el nekünk. 6:30 van, pontosan. 10 perc van pontosan, 7 óra. Szép reggelt kívánunk mindenkinek, kedv van, jön a jó idő, elment a hidegfront, és napról napra egyre jobban melegszik az időjárás, ezt mondják nekünk, és ezt ígérik. Úgyhogy reméljük, ez így is lesz. 10 fok van Kaposváron, feltámadt a szél, Dögös Robi küldte nekünk, valaki azt írja, hogy nincs ember a földön, aki önszorgalomból meghallgatná ezt a számot. Van, aki viszont megköszönjük. Valaki szeretőnek. Hát, ez az ember tud zenélni, azt gondolom. Igen, mert Prince egyébként nem rossz. Nyomom a gázperált, lenyomnálak titeket is. Árpi küldte nekünk, köszönjük szépen. 22-es út, Endrefalva útfelújítása miatt félpályás forgalom, korlátozás, jelzőlapás irányítás, még hetekig mindenki figyeljen. Na, megnézzük akkor, hogy ki a 7 második játékosa. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondolt meg a válasz. Halló, jó reggelt! Halló, sziasztok, jó reggelt! Jó reggelt, halló, hogy hívnak? Robi. Honnan itt Robi? Győrből, Győrből. Á, most jelenleg Fejér Tom vagyok. Fejér Tom, mit csinálsz arra felé? Árut terítek. Dögös Robi vagy? Nem dögös. Nem dögös. De úgy rendben vagy azért, hallottam, nem? Hallottam az előbbi SMS-t, hallottam. Szellemes volt. Melyikre gondolsz, hogy? Hát Kapos, vagy Dombóváron is feltámadt a szél. Igen, a Dögös Robi ez igen, volt. Igen, a írás, és nem tudjuk, hogy ez a szakmája, hogy dögös vagy, annyira jól néz ki. Robikám, kivel játszanál? Legyél te. Igen? Benet Balázs. Jó, nincs ezzel bajom. Én magamban nyitott, hogy kapsz.
Jó, én ezt szeretem, az ilyen elszánt játékosokat. Ránk fér az, hogy jó játékosok legyenek, akik elszántak, és megvan a megfelelő önképük ahhoz, hogy, hogy nyerjenek. Menjünk? Na, figyelj ide, Jani. 3, 2, 1, fire! Na, itt vagyok. Itt vagy, haló? Itt vagyok, figyellek. Hallasz? Várom a kérdést. Nagy cél van nálatok? Mi a helyzet? Most csendes. Csendesebb? Persze. Uh-huh. Ott, arra fele Pesten, milyen az idő? Jó, rossz? Egyelőre csendes. Nincs joma. Nincs joma nagyon szélnek. Mit csinálsz ma? Hát dolgozok nap végén, meg pihenni fogok egy kicsit. Mivel telik a pihenés? Szex, tévézek. Lehet kirándulunk egyet is, hogy jó idő lesz. Szexelsz, azt mondtad? Szexek. Jó hallottad. Szexek? Szexek. Jaj, hogy fekszel. Uh-huh. Szexek, alszok, pihenek. Ennyi? Van barátnőd egyébként? Van. Gyerek is van már? Hát, még... nem a... Na! Dehogy... Hát azt kell mondani, hogy nincs! Hát persze! Bizony, hogy... Igen, fekete, fehér. Becsulat. Jézusom, Robi! Most ez mi volt? Robi, te tényleg... Gondolkodtam, de hát aztán belefutottam sajnos. De hát nem, ide jó, nem kellett volna tiltott szó, semmi. Robi. Azt kellett volna mondani, hogy nincs gyerek. Megállsz, gondolkozol, majd bemondod, hogy nem. Áj, ez dobogtam. Tudod. Tehát, hogy mi alapból nyilván Balázsnak drukkolunk ilyenkor, meg persze van egy kollégalitás, meg hozni akarjuk a hetet, de amikor azt látjuk, hogy valaki elszalad már 20 méterrel előz, érted, a 100 méteres síkfutásban, és akkor a vége előtt, és elbotlik a saját lábába. Hát, köszönöm szépen az a lehetőséget. Még köszönjük a játékot. Szép napot, sziasztok. Ciao, köszi. Hello. Részvét. Ezzel tehát 2-0. Ennyi. Nem mondom, hogy nem esett jól. Nem, de picit értelmetlen, fura volt, nem? Igen, értelmetlen győzelem. Értelmetlen halál volt ez, ahogy ő levetette magát a szakadékba teljesen, mert hogy semmi értelme nem volt. Hallottátok, hogy lefotózták Vujicrütko sapka nélkül állítólag? Na ne! Hajdú Szoboszlón egy fürdőző lefotózta sapka nélkül. Jézusom, miért a jacuzziban nem fürdőbe volt? Vagy azért volt sapka volt? Vagy nem fürdő sapkába? Nem. Vagy úszó sapkába? Ilyen rózsákkal? Hát egy fürdőző vennék, de... De szép, az a van, nem? 20 ezer forintot kért a tévéstől, hogy ne hozza nyilvánosságra a képet, mondván a mai világban mindenki pénzből él. És a nagy kérdés, hogy vajon mit láthattunk volna a képen, mert hogy elvileg Frutkónak sikerült megakadályoznia, hogy nyilvánosságra hozzák. Hát, ha egy fürdőben voltak, akkor nyilván egy gázlómadárnak a fészké. Na hát ezt kellene kitalálni, drága hallgatók, hogy vajon mi lehetett a képem? Amit Frutkó nem akart nyilvánosságra hozni, egy hajdúszoboszlói fürdőben kapták őt le, óvatlanul sapka nélkül fürdőzött, vagy szaunázott, vagy nem tudom, gőzölt, és 20 ezer forintot kellett fizetnie. A mai világban ki mindenki fizette, pénzből él. Állította a zsaroló. És ki fizette benne a 20-as? Csak mondom a zsarolónak, ha hallgat minket, 40-et adok érte. Nem, a zsaroló jelentkezzen, ha hall bennünket. Mondom, hogy 40-ért átveszem. Adjunk érte 40-et, és számoljon be nekünk adásban. Tehát mondja el, hogy mit látott. És küldje át a képet. Hát természetesen, mert hogyha már 40-et kicsengetünk valamiért, akkor kérjük a képet is, és fölrakjuk a Facebook oldalra. Bizonyos. Hát nem tudom, hogy ez a személyiségi okot, ezzel sértjük. Semmit nem sértesz. Semmit, ugye? Nem? Hát még közszereplőről van szó, hát fölrakod a Facebook oldalra, hát semmit nem sértesz ezzel. Semmi extra nem lehetett alatta. Szerintem valószínűleg van haja, csak ugyanúgy őszül, mint Habony Árpád is, ezért nem akar belőle problémát. Írjátok meg, drága hallgatók, engedjétek szabadjára a fantáziátokat. Mit látott a hajdúszoboszlói fürdőző, amikor Trütko fölbukkant hirtelen a melegvízből, körbenézett, majd visszamentett. Fröcskölte a vizet a száján. Periszkópódjára körbenézett. Itt a füleit, mint az én a vízilovakkal vagyok. Majd visszament, és újra elúszott az öreg idős hölgyek lába között, hogy mit látott. Azok pedig felsóhajtottak. Jaj, Istenem, remélem visszafele is. Jaj, Szilárd, megint te vagy. Most pillangóba. Olyan vagy, mint Leszi. Na, 5 perc, pontosan 7 óra, mit látott a hajdúszoboszlói fürdőző, írjátok meg nekünk, mi pedig jövünk a hírek után. Folytatódik Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Jó reggelt! Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani, akik nélkül nincs reggeli rádiózás. Ez itt 7 óra után vagyunk, 9 perccel, szép reggelt kívánunk mindenkinek. Én mondtam, hogy elmúlt a hidegfront, jön a jó idő, erre Jani mondta, hogy holnap minuszok lesznek. Igen, tehát holnap mondják, tehát hogy igen, 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 elment valahonnan és ide jött.
Igen, valahol már jobb idő van, valahol Európában. És aztán megérkezett ide a hidegfront. Én ezzel nem számoltam. Én azt hittem, hogy ma mondanak ilyen orkán erejű szelet, és aztán végre újra ráfordulhatunk. Nem, nekem napot írt, 17-19-23. Igen, de csütörtökre, tehát hogy csütörtökre meg azt mondják, hogy a legalacsonyabb nappali, lehet, hogy mit tudom én, mikori hőmérséklet, a legalacsonyabb hőmérséklet, -1 fok OMS. Aja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 j
nappal 19. Aha. Csak érted, az az intervallum, az mégiscsak egy 20 fok. Na jó, de nem vagy kint éjszaka és meg nappal is. Ez igaz? Tehát ugye ez az intervallum akkor érinten, ha kint aludnál. Bent alszol a lakásból, 23 van, kimész 21, tehát egy 2 fokot változik. Ugye ez a 20 fokos intervallum, ha kell, kint alszol a kertben, akkor barom hideg van, majd ne a nappal baromi meleg. De ki az kint a kertben? Ki aludt már ilyet, nem? De most komolyan. Nem aludtam meg, hogy valaki a kertben. Én gondolkodtam rajta, csak nagyon sokan bagzom a környékünkön, és félek, hogy... Hát nézd, egy idő után szerintem annak is örülnél, ha elkapna egy bagzomacska, nem? Móni, te vagy! Móni, a fúri hangot! Istenem, miért vágatod a körmeidre? Na gyorsan egy-két közlekedési... Nem, nem, az egy másik faj. Ja, kutya meg a... Ja, az nem ugyanaz, tényleg más. Négy lába van. Tudod, én városi vagyok, én nehezen tudom őket megkülönböztetni. Írjátok meg, drága hallgatók, mi a helyzet az M1-es és az M7-es bevezetőjén, kivezetőjén. Tegnap átadták az aluljáró csodát. Nekem ez olyan, mint Mória bányái. Látok egy baromi nagy lyukat, de nem tudom, hova megy, úgyhogy ma elmegyek egy tesztkörre. Nem tudom, hol lyukadok ki, honnan jönnek ott emberek, hova jutnak. Az csak elnyeli a sok autót, de fogalmam nincs, hogy hova kanyarodsz vissza. Mit adtak ott át? Állítok, egy föld alatti labirintus van egészen az eteletérig, vagy majdnem az eteletérig. Mióta lemész, és az eteletérig és ott pákoznál jössz ki. Jó. Te sukoró mellett érkezel vissza a felszíre. Nem tudom, de állítok ott, ami nagy labirintus lett meg, visszaforduló rendszer, úgyhogy ma belehajtok. Ma arra megyek is belehajtok, kíváncsi vagyok. Minden olyan helyre elmegyek, amit átadnak. Nagyon bátran tudsz élni. Úgyis arra lakom, úgyhogy megy. Gazdagrét. Nem arra lakom. De gazdagrét. De arra lehet menni. Arra lehet elmenni. Igen, egyébként igen. A népnyelv így is hívja azt a környéket, amelyre ők élnek. Nem az gazdagék. Az más. Kíváncsi vagyok. Na, drága hallgatók, írjátok meg, hogy jól lehet-e haladni, javult-e a forgalom, megszenvedtük, szerintem megszenvedtük. Akik ott az agglomerációban jönnek be, és naponta órákat álltak befelé, aztán délután kifelé a dugóba megszenvedték, hogy ez ott épüljön. De álltok villamossáv, nem, buszsáv, bringasáv, minden van ott most. Az egy föld alatti... Az M7-esre kivezett egy ízét bringasáv. Ez mondjuk okos volt. Tekersz. Nem, hát ugye megvan csinálva, hogy le tudsz menni bringával, és akkor följössz valahol. Aha. Ha följössz valahol, az számomra ugye még mindig nagy kérdés, de utána járunk. Ja, mert a táblákat nem tették ki, van egy ilyen izgalomfaktor benne. Lemész és följössz valahol. De te valahol. Mit célt szolgál az aluljáró? Tehát hova megy? Mit fordít vissza? Hova tudsz átmenni? Hát lehet, csak én nem tudtam megnézni, tényleg nem értem. Csak aluljáról lehetett költeni azt a pénzt, és azért lehet. Lehet, hogy lemész, ott van egy zsákutc, és visszatolatsz, vagy kiszállsz, lerakod az autóból, vagy egy óriási mélygarázsban lent, hogy mi van lent, azt mondja. Egy visszafordító, és jössz vissza, csak egyszerűen. Nem, szembeforgalomban. Hello. Te sokan jönnek itt, a kutyafáját. Igen, mert ha a bevezetőn jössz, akkor ott nem... Tehát, hogy akkor te be akarsz jönni a városba, ugye? Tehát akkor nem az van, hogy vissza meg a Tesco-ba vásárolni, hogy kelljen egy visszafordító. Tételezzük fel, hogy valami célja és értelme azért csak van. Biztos vagyok benne. Tehát azért ők ezt azért nálunk jobban kitalálták. De megnézzük, nem sokára utána. Pár köbméter aszfalt és beton, és gondolták, hogy akkor terítik. Igen, és építenek ezt ismeritek egyébként. Biztos láttatok már sok helyen, én nálunk is van egyébként Halmidőlön. Évtizedek óta ott van kint. Valakinek megmaradt egy területonyi beton. Mit csináljon vele? Megviszem az erdőbe, ezt leborítom. És azóta ott és van az egy hegy. Van egy beton. Igen, hegy. Egy kis hegy. De akik arra járnak, azok ismerik. Szépen valaki leborította, és ott is maradt, és nem nő rajta semmi. Hát már a betonon nem szokott. Igen. Itt csak az első embernek kell bátornak lenni, utána már én sokkal nyugodtabb vagyok, mikor már valami mellé leborítom. Tehát, hogy nehogy. A bátor az jó szó. Ezt most hagyd abba, mert most... Mit? Azt, hogy te kiviszed a szemetedet azért, mert egy hülye, egy idióta barom elkezdte leborítani valahova. Kérlek szépen. Nem, én most csak a lélektanát próbáltam neked mesélni, de az a baj, hogy nem érted ilyet. Ezeket. Nem ez egy ilyen lelki feloldozás sokak számára, hogy azt látják, hogy oda lehet. Igen, ha kupac mellé rakok le egy kupacot, aha, az már nem olyan nagy dolog, mint az első kupacot letenni. Tehát a lélektan ennek így működik. Azért van kupi az erdőben, mert már oda sokkal nyugodtabban rakod le, ahol kupi van.
Tényleg, tényleg így van. Tehát ahol kupi van, ott hát egyszerűen már nyugodtabban pakolod, mert azt gondolom, már ennek már úgyis mindegy. Az elsőt letenni az az. Az a bátor, mi? Aha, igen, ahol, az igazán. Ahol egy régi. Igazán bátor, ahol, az a zsivány. Igen, egy konténert letenni. Most bringáztam a gyereke valahol, hát milyen festékes vödrök, babaülés, összehajtott babakocsi, minden volt. Óriás Török-Bálint környékén, egy erdőben egyszer csak belefutottál egy olyan szemét halomba, amit nem is értettem. És tudod mi? Azért, mert a guminak az átvételi díja egyébként egy hulladékgyűjtő udvarban azt hiszem, hogy 100 forint darabja. Tehát 2000 forintot nem fog kifizetni azért, mert hogy oda még ráadásul még a benzinköltség is oda vissza tudod. És értesz egy babakocsi, azt mondod, ez már nem kell, és eldobod? Uh-huh. Vagy oda viszed a babakocsit? Nem. Hey, mennyit nőtt ez a gyerek? Már jár is a saját lábára. Elindult. Oda néz, hogy fut. Hát akkor hagyjuk itt a babakocsit. Na gyorsan egy-két közlekedési hírt nézzünk. Szeged felé 132-es kilométer teherautó felborulva pár perce után futója 20 méterre. Odébb hatalmas dugóra lehet számítani. 17. kerületben az 526-os sornál egy busz megállott felborítottak, hogy valami hasonló rongálás történt. Mi ez az 526-os sornál? Ezt én nem teljesen. 526-os sor. Lehet, hogy számozott? Lehet, csorokonak, nem tudom. Szentendén a belterületen a papírgyárnál trafi van, Aduka küldte nekünk, úgyhogy vigyázzatok és menjetek lassan. M7-es 84-es kilométerénél Balaton felé fotóznak, valamint M3-as Budapest és 60 között hatóság és trafipax mentes szélvédős Feri küldte nekünk. Köszönjük szépen. Aztán M5-ös Szeged felé most állítják a kamerát a Dabasi 44-es kihajtónál, ezt Karaj küldte, és mérnek Kiskunmajsánál a Molkút előtt, úgyhogy ott is mindenki menjen lassabban, ezt Mázlista küldte nekünk. Na, mi pedig ugye arról kezdtünk már a hírek előtt beszélni, hogy megzsarolták Vujic Rütkót. Megzsarolták, és lefotózták állítólag sapka nélkül. Odalépett hozzá egy fürdőző, aki azt mondta, hogy 20 ezer forintot kér azért, hogy ne kerüljön nyilvánosságra a kép. De a kép nem került nyilvánosságra, tehát valószínűleg Rütkó fizetett. A fürdő gatyájából hát, előhúzott egy ilyen kis összehajtogatott 20 ezeres. Hát, meg tudna téged győzni, aljas módon lefotóznak téged, és megzsarolnak. Én közöltem volna, eladtam volna az összes újságnak. Engem nem tud meggyőzni. De most mit csinálsz tényleg? Fürdőzöl valahogy, és odajön valaki, és azt mondja, hogy lefotózlak, és felnyomlak, hogy itt fekszel, mit tudom én, félmeztelenül, hát, vagy mit tudom, kövérem, vagy soványom, vagy bármi. Mit csinálsz? Én bedobnám a Dugovics Titus figurát. Magad arra rántanám a forró vízbe? Magam arra rántanám a mély vízbe. Na jó, nem, akkor hogy hívják be a kacsóztató, vagy valami, hogy egy kicsit átnedesedjen a kamera, és akkor onnantól kezdve. De azt se teheted. De mit tudom én, de mondok valamit. Hát, mert a korongálás. Akkor nem, csak azt mondom, hogy bolondoztam. Tehát kimész a lellei szabastrandra, elalszol, igen. Kicsit a fürdőgatyádat fölfújja a szél, és egy ilyen félnyomorult kishere, tudod, ilyen kicsit bácsisan ott. Vagy szépet álmodok, és háton fekszik. De nem annyira életszerű. De ez nem annyira életszerű, hogy kis videó. Ne fotó, ne fogó, ez MPEG lesz, hollod? Nézd már, hogy... És ilyen kicsit bamba pózban elalszol, kicsit így meg... folyik a nyálad. Picit folyik a nyálad, és egy olyan ilyen speedo fürdőgatya van rajta, tudod, ami mindig három számmal nagyobb volt, amit a férfiak hordnak. És nem varrott emblémával, hanem ez a rávarrott ilyen műanyag. Igen. Jön egy déli szél, és így kicsit felfújja ezt a fürdőgatyát, és egy ilyen tudod, az a félhele, félgojzli. Ilyen pont nyomorultul tudod felvillan. És pont alszol. Fölébredsz, letörlöd a nyálad a szádról, elmész, hogy iszol egy sört, eszel egy lángos, és odalép hozzád valaki, és azt mondja, Jani, lefotóztalak herében. Igen, gojzlival. És ráadásul félig be voltál terítve mustáros papírtálcákkal, amit a szél vitt oda. De szerencsére a mustáros része ráragadt. Nem kell annyira elvinni extrém, mert próbálok egy ilyen életszerű balatoni nyári képet. Ez nálam életszerű volt egy időszak. Fekszel a lellei strandon. Adjál 20 ezer forintot, mert akkor nem kerül ez a kép nyilvánosságra. Mit csinálsz? Fizetsz? Alkudozol? Vagy elhajtod a fenébe, hogy rohadjon meg, ha már megzsarolt? Alkudozok. Alkudozol? Lenyomod 10-re? Nem, két füstölt sajtos tejfölös lángosra. És két túros palira, meg egy ízesre. De ez a megmaradt. A büfés. Na, és egy jobb fára. De valószínűleg fizetnél, nem? Fizetnék. Ugye? Fizetnék. Tehát van az a pillanat, amikor az ember fizetne. Hát azért megnézni az mondjuk előtte a képet, hogy mennyire előnyös. Mi? Ha előnyös, akkor hadd menjen. Ha jól lézel ki, akkor hadd menjen. Nem, hát egyszerűen magzapózban fekszel egy lelei strandon, félig lelógva matraszul, úgy, hogy kivillannak a herét. Hát az nem lehet előnyös. Hát az csak nyomorul tudsz lenni. Hát nem tudsz előnyös lenni. Hát nincs az a kép kompozíció, mert előnyös lenni. Villant a heréből, érted? Az sem mindegy. Nem, az a baj ezzel, hogyha fizetsz, akkor onnantól kezdve, jó, akkor nem 20, hanem 50 vadorú. Á, nem, mondjuk azt mondja, hogy csak 20. Már ki belőlem ki 50 gót.
Egy, igaz. Hogy lenne már nálad egy strandolásnál 50 000 forint? Mert az a 20 se igaz. Legyen, legyen 15, meg az a strandlabda. Meg a csillagpatrikos török között. Figyelj, szerintem, tehát eleve meg kell kérni, hogy mutassa meg, mert be kell bizonyítania azt, hogy ténylegesen kész van, tényleg megcsinálta, tényleg van egy ilyen felvétel. Hát érted, hozomra nem fizetsz ki semmit. Hát igen, de mondjuk látod a felvételt. Meg. Hát persze. És kitöped a kamerát a kezéből, és belevágod a mély vízbe. Csak mondja, hogy, van, mondja, hogy kár volt, mert van másolat, és előhozod be. Igen, és most már a fényképezőgép árát is kell figyelni. Igen. Hát, nehéz. Nehéz azért, hogy az ember ebben a helyzetben mit csinálnám. Mindenesetre Rütko állítólag fizetett, mert hogy nem került nyilvánosságba. Én legalábbis nem láttam. Én megkerestem a weboldalát, így szól a bejegyzés. Ma reggel megkaptam életem üzleti ajánlatot. Hajdúszoboszló egy nő 20 000 forint, akkor nem adja el a bulvárnak. Azt mondja, igen. Hát, gratulálok, gazdagodjon, bátran, tisztelt asszonyom. Hát ja, akkor de... fizetett viszont. Nem. Volt. Akkor nem fizetett. Paparazzina. Miért nem fizetett? Hogy azt mondja, hogy az újságnak adja el, nem? Hát gratulálok, gazdagodjon bátran, tisztelt asszonyom. Ja, értetted, hogy nem fizetett, hanem felszólított a nőt, hogy igen. Hogy akkor gazdagodjon bátran, tehát adja el az újságoknak a bulvársat. Hát tudod, szerintem ott én bizonyosabb karék, hogy nem ismerném meg a Rütkót. Tehát én azon, hogy beülnék mellé a szaunába, és ott ülne egy kopasz csávó, vagy bár egy madárfészek, vagy egy Voldemort tetovás. Nem tudom, mi van az, nem mondtam, mi van a sapka alatt, én írják, hallgatok. Voldemort tetoválás. Egy Voldemort tetoválás van rajta. Tehát én nem ismerném meg egyébként. Szaunában én vidáman ülnék mellette, úgyhogy én nem tudnám, hogy ő Rütkó. Nem? Jó, de az fél mondat után már tudnád, hogy ő az. lehet, hogy neki nincs is feje. Tehát itt ér véget a vízbosapka, és effektíve nincsen semmi. De akkor ott folyik a jacuzziból a víz? Ez jó kérdés egyébként. Vagy csak van, csak lapos. Mi van tök egyenes? Érdez, hogy mi van tök egyenes? Mi van egy ezt a fején, és abból a hátrafelé csulog a víz? Na, nem tudom. Ja, persze. És mi van akkor, hogyha gyakorlatilag egy ilyen, hogyha egy üvegbúra, amit ha megráznak, akkor hó esik benne, és egy házinkon van. Van benne egy kis nagy, megráz a fejtelék, és felszáll a hó. Meg hóember is keresztül. Így van, és egy része. De miért egyébként te megismernéd őt sapka? Én nem ismerném el sapka nélkül. Annyira védjegye, hogy tényleg nehéz lenne. Igen. Szürtkő és Takács Nikolász valószínűleg szövetségesek, és ugyanazt rejtegetik a sapka alatt, vagy felváltva adják egymásnak. Nikolász annyira vigyáz rá, hogy még otthon is kapucniban van, párom futárként vitt neki csomagot. Hát, vagy a letakart rész Takács Nikolász. És az van, hogy időnként, tehát, hogy egyszerre... Ember egy? Igen, mutasson már nekem valaki egy olyan képet, ami rajta van egyszerre Vujic Rütko és Takács Nikolász. Ez jó, tehát ők sosincsenek közös képen, nincs. Vagyis a kettő egy. Megfordul. Egy félfordulat, és már Takács Nikolász. És akkor felrakja a kalapot, és a kalap alatt Vujic Rütko van. Ez kemény. Akkor ők lehet, hogy igen, lehet, hogy egy emberből vannak, csak két embernek adják el magukat. Simán dupla lóvi az egyik ének, de hogy énekel és hogy vezet műsor? Hát milyen jó lehet. Olyan sosincs, hogy a Rütko felkonferálja a Nikolász. Ez igaz egyébként. Már azt is meg lehet, hogy meg lehetne csinálni. Egy takarás. Mondja, visszajön, és már énekel is. Szerintem simán megoldható lenne. Igen, simán meg lehet. Simán meg lehet. Azt írja a valaki szemben, hogy Demcsák tangája van a fejére húzva, Csabi. Akkor ügyes. Mi van akkor, hogyha mindannyian azt hiszük, hogy kopasz, de valójában nem kopasz, hanem ilyen irgalmatlan rőzse van alatta. Iszonyatos kabírbedi haj van alatta, ilyen hihetetlen mikrofon fej. Tudod, és rá van szuszakolva. Tehát, hogy semmi nem tudja lebondni, mert akkor leveszik, hogy vrum, és egy ilyen szétugrik. Ilyen ladány benne 27-es haja van, hogy egy iszonyat rasta haj. Egy ilyen Norberg. Mondjuk azt begyömöszölni minden nap a baseball sapkára, azért ez kemény. Hát vagy a másik változat pedig az, hogy is lehet, hogy ennek is esett áldozatul, hogy természetes szőke fürtök vannak alatta. Durvábbak, mint Szalai Vivien, és kicsit az irítségnek esett. Szerintem a nevéből kimaradt magánhangzók vannak rá, te tovább. Szerintem egy kopasz fejet látnánk, amire egy baseball sapka van tetoválva. Ez Attili küldte nekünk. Szerintem sapka nélkül maga a pokol. Ez küldte nekünk. Lolka és Bolka rajzfilmről Lolka fejét tudom elképzelni, 5 szál hajjal. A fejtetlen egyébként az tökre menne a Rütkót. 3 ilyen pici szál, tudod, ilyen lolkás. Az is tetoválva. Az is rá tetoválva, igen. Rütko képen van, hívjatok, írja valaki. Innen fordított nekem az egyik telefon. De van Rütko képe? Tehát baseball sapka nélkül? Az nem lehet. Ha van, akkor küld el nekünk. Megveszünk. Egy ajándékcsomag.
plusz némi apró. Nem, egy nagyobb kézpénz. Figyelj, nem lehet, hogy valami titkot rejteget? Hogy mondjuk egy hatalmas szív van rá, te tovább, és az van beleírva, hogy Wit Randász Forever. Micsoda? Hát, nem, tehát, hát mit tudom én, érted? Hát egy titok. Nem, Schwabi. Csak már idejét mutatom. András. Hello, sziasztok. Hello, ciao, morning show, Balázs, szia. Szia, Balázs. Nekem van Trütko képed? Esküszöm. De? Már is mondom. Pár éve itt Kamaránál van egy ilyen sport, strand, tudod, ilyen komplexum. Élményfürdő. Strand. Játék, élményfürdő, most nem szeretnék reklámot csinálni. És kimentünk az akkori barátnőmmel és barátommal fürdeni, és ott akkor volt a családjával. Barátnő és barát is egyben? Nem, a barátnőmmel és a barátnőmmel. Még befolyásolható voltál, akkor nem tudtad merre menjél. Igen? És hát ott láttam, hogy mint hogy ott lenne a Trutko. És úgy állítottam be az ismerőségbe. De várja, mintha ott lenne. Tehát, hogy így a szemed sarkából észrevettél valamit, megráztad a fejedet, néztél, és már nem volt ott? De. Ott volt, és úgy trükköztem, hogy beállítottam az ismerőseimet úgy, mint hogy őket fotóznám le. Létezik minden ezt a képet? De nagy baj. El fogunk küldeni, csak most sajnos nincs nem otthonmagépem, de esküszöm, hogy el fogunk küldeni. Tehát fotózz le, és küld el. Volt, hogy ismerőseimnek kiraktam Facebookon, mert beszélgettek, hogy mi lett a Trükkö sapkája alatt, de így beraktam a képet, és nem mitték el, hogy basszus, tényleg ott van. De mit csináltál? Te odaállítottad az ismerősödet fotózni, és ült a medence szélén, és kanasztázott? Volt egy ilyen patka, és ott ült rajta a Trutko. Na most azt tudni kell még, hogy volt náluk egy ilyen sapka, amivel a gyerekeivel játszott. Az dobálta a gyerekek. Ingerültem, próbálta meg visszaszerezni. De nem lehet, hogy gyerekek gyerekektől próbálta meg visszaszerezni, hogy üdös körök, addig nem tudom, hogy a sárba hagyom. Szórakozz, tökre teszed az imidzsát. Ne vársátok. Megmondd a kanyának. Olyan sapka volt a fején, aminek a tetején egy ilyen, tehát vízzel lehetett feltölteni. Kapcsolókéz, meg egy bohócorkán, meg egy napelemes ventilátor. Vízjátékoknak, amit hogyha megnyomnak a gyerekei, igen, akkor a valamelyik nyomásnál ráfik a fejére a víz, és ilyen játszottak a gyerekeibe. És ezt lefotóztad. A sapka még a fényképen is rajta. Mondom, hogy elküldöm. És a sapka a Trütko fején van akkor? Tehát a fotón láthatjuk majd a sapkát is? A fotón a sapka nincs a Trütko fején. Aha. A fotón rendesen, de megnyitottak benneteket, nem a Schwabi András van a fején. Tehát nem az arra, hogy I love Schwabi, nem ez van. Nem, vagy Forever Kandászom. Nem, de nem is van meg, de itt megmentett hazózott emberül a fején, tehát megnyugodtattok. Tehát nincs bent három háborús menekült elrejtve. Nem egy évente egyszer börtönt Edko. Nincs, de majd elküldöm nektek mindenképp akkor azt a fényképet. Jó, mert mindenképpen azt nagyon várjuk, hát erre holnap visszatérnénk, Morningshow kukac, klasszfm.hu, küzdöm már el, mindenképp, persze. Ez a vizet nyomrak rád, gyerekek, ez picit azért, hogy hívják, hogy mi legyen a sztori. Ez ilyen strandi játéksapka. És akkor két tartály volt rajta, az egyiket megnyomták víz, a másikat megnyomták, akkor meg magas faktorszámú naptej. Jó, nem. Igen. Hogyha közel hajoltál, az egy pipacs volt, ami arcon becsköd. Ja, meg klubbior volt. És hátul pedig egy maci volt, és ha megnyomtad, akkor azt mondta, hogy mackó vagyok, játszani. Nem, annyira, nem. Jó, figyelj, hát megnézzük ezt a fotót, mindenképpen küldd el nekünk. Mindenképp, és akkor hát majd, hogyha meglátjátok, és tényleg elkezdtem a képet, akkor viszont várom az ajándékcsomagot. És miben volt, kis fecskében vagy ilyen sportdresszben? Hú, ilyen rövid, ilyen sima úszósort, ilyen kicsit hosszabb, de ez már tényleg ilyen 2007-2008 magasságában volt, amikor megnyitott még az. Azóta megvan ez a kép? Meg, persze. Hát egy ilyet te is őriznél. Hát egy ilyet, egy gombán. Hát ez még az jó lehet, ez a befektetésnek. Ezt hát egyszer megszorulsz, el tud nyomni a borzba, ha 5000 ért. Figyelj, egy Horváth Csárl is, egy kóboros, vagy egy demjénes napszöveg nélküli képet nincsen? Nincs. De sajnos még a Verebesről sincs ilyen szemüveg nélküli képen. Igen. Sajnos. Vagy Verebesről hangfelvétel még szoprán korábban.
Na jó van. Oké, okay, köszi. Jó műsort nektek. Köszi, hogy elmondtad. Ciao. Na, sziasztok, hello. Ez jó. Na, ez nagyon jó, és eszembe is jutott valami. Keressük meg a hallgatóink által látott legnyomorultabb celebet. Tehát mi volt az, amikor a legkiszolgáltatottabb pózban láttatok egy híres embert, feküdt elaludva, horkolva az alsóörsi strandon. Éppen veszekedett nagyon a gyermekkel a forró vízben, és egy picit már a fürdőnadrágja becsúszott a fenekébe, és rettenetesen furán nézett ki. Bejött és levetkőzött mesztelenre a szaunában. Tehát mi volt az, ki volt az a celeb, akit láttatok valahogy olyan pózban, amire hirtelen nem számítottatok. Amikor szembe jött veletek, ott kellemetlen volt. Át kellett rajta lépni. Engem nem ér elküldeni, tehát amikor állok, mit tudom én, a bezárt üveg visszavált előtt két tecsos szatyorra. Az sem meg az 50-es villamoson, ahol csorog a nyálad. Igen, és kivagyom, hogy hétfőn zárva, nem ér. Igen. Tehát hát a hallgatóink tényleg láttak olyan hírességet valahol, amit a híresség nem is tudott, hogy egy kiszolgáltatott pózban, egy pillanatban, valami olyan tényleg élethelyzetben kaptátok el, ami nem egy megszokott egy híres embertől. Így a buliban támaszotta a fajansz, és azt mormolt, hogy az utolsót már nem kellett volna meginnom. Fejjel neki támaszkodva a csempének. A piszoárnak, és mondtátok, hogy te vagy az. Szerpisztetek egyet, majd tovább mentetek. Így van, Berki Krisztián a Libriben, ahogy fordítva tart a kezében egy lexikon. És nem ért. Igen. Na, ezt írjátok meg nekünk tényleg, hogy milyen élethelyzet volt, amikor hírességekkel találkoztatok, egy kicsit kiszolgáltatottabb, szokatlanabb pozitúrában, élethelyzetben, amire nem számítottatok. Úgy, ahogy egyébként Rütko ült valószínűleg a pala mellett, a Palatinus randon, a nagymedence mellett, egy tapsoló kezes sapkával a fején, és vitatkozott a gyerekekkel. Hogy adják vissza a légy, adjátok vissza, még mielőtt észrevesz volt. Na, hát ha hallgatóink láttak már egy hírességeket, és hát meg tudjuk nézni, hogy ki mit csinál. Jó? Írjátok meg nekünk, ha volt ilyen, mi pedig jövünk Ákos híre után. Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. Ez... Ne pánikolj, 3:48 lesz pontosan 5 perc. Nincsen Zsül, és itt még nincsenek ahhoz hozzászok a technikus kollégáink, hogy itt nincs pánik, tehát itt nyugalom van. Ennek jelentése így van. Nem kell félni a csendtől. Én már mondtam egyébként. Hát, már neki megvan ijedve a csendtől. Nem értem, hogy már megvan egyébként a Hungaroccel tábla, amire majd kifogja majd gombos tűzni, majd Gyula ezt a feliratot. Ne félj a csendtől. nincs baj a csendtől. Na, drága hallgatók, ugye kértünk melleteket, hogy írjátok meg nekünk a trükkös történet után, hogy milyen sztárral találkoztatok már olyan élethelyzetben, ami talán nem volt megszokott. És hát rengeteg SMS jön. Most nem csak arra gondoltunk, hogy kivel bulisztatok és kit láttatok esetleg egy picit ittasan, hanem tényleg egy olyan élethelyzetben, egy olyan sztár, amire az ember nincs felkészülve, vásárol valahogy, bevásárló köz van, és egyszer csak szembe jön vele az illető, vagy valami olyasmit csinál. Van egy hallgatónk. Halló, jó reggelt! Sziasztok, Gabesz vagyok. Hello. Na, te kit láttál, Gabesz? Hát most már Annától tudtam meg, mert az eredeti nevét még akkor sem tudtam. Tihanyi Tóth Csabát. Novák Laci. Novák Laci. Hát ez az eset még 2014, most visszanéztem a telefonomból, mert nem bírtam magammal, és gyors kértem utána egy selfit, egy közös képet. 2014 novemberében történt egy esti 7 órás időben, nyilván sok forgatás után lehetett Laci, és jó nagy vitái lehettek a barátok köz Viziével, és hát az egyikudőrsi lakberendezési áruházban, az emeleten, egy olyan berendezett szobában, ami tényleg nagyon gusztusos volt, esztétikus. Hát konyhának volt kialakítva, de volt benne egy hintaágy, és hát Laci barátunk háttal volt nekem, és a hajáról fejéről megismertem, és mondd, hogy nem aludt el. De elaludt. Hát kipróbálod a izét, a kis széket. Kicsit beleszenderedett a hintába. Tényleg? A folyosón vannak a nyilak, hogy merre érdemes haladni, hogy ne legyen azon a szűk folyosókon szembe jövő forgalom. Hát én visszamentem. Szembe az emberekkel nézem, a műbaba nem lehet, de hát azért mégiscsak a Novák Laci. Meg az ő haját és nem hát... lehet senkivel összekeverni. Igen. Valahol a közelben két gyerkőcöt és egy csinos hölgyet láttam, de nem tudtam azonosítani, hogy vajon a hozzátartozója lehet, vagy valaki, de ő ott így értékelte ezt a és oda mentél elé szelfizni, hogy halkan ne ébreszt föl, csak oda megy az ember, csinál gyorsan egy szelfit, és tovább hát megy, nem volt ilyen? Képzeljétek el, és annyira meglepődtem, hogy megfogtam a bal vállát, ugye? És hát erre úgy ő felkelt. Felnézett, és az a tipikus, mint a filmben ritkán van ilyen jelenet, de az a megrökönyödött, és
pont egyébként a napokban volt egy olyan része, epizódja ennek a... Amikor elalszik egy budaörsi bevásárlók. Amikor alasszik egy vásárló kelti fel, és na, pont ugyanez a feeling volt, és utána ilyettem be, nem tudtam, hogy úrtan a Laci, akkor tényleg a Laci. Ez mennyire szürreális lehet, hogy besétálsz egy IKEA-ba, vagy valahol tök mindegy, és ott alszik Novák Laci egy hintaágyban, és így elsőre azt gondolod, hogy nem hiszed el, hogy ez... Körbenézel, hogy forgatnak-e. Igen, nem akarsz belesétálni a képben, hogy forgatás legyen. Nem, csak Laci lefeküdt egy picit. Oda menni hozzá, és megfogni a választ, és itt a Barta! Vigyázz magad! Hogy megyünk a következő vásárlóra? Kértem, hogy hát erről kell csinálnom egy képet. Azt kérdezte, hogy miről, arról, hogy alszok? Nem. Mondom, talán erről az utóbbi, hogy most már, hogy felébredt. És cserébe azért, hogy felébresztettem, megköszönte. Hát nyilván viccesen, természetesen engedte, hogy egy közös selfie-t csináljunk. Nem pedig ezt még akkor kellett volna megcsinálni, amikor alszik. Igen. És utána felébreszteni, hát, és őt is nagyon komolyan megzsarolt. Telerakni mindenféle apróságokkal, amikor ki van a készítve a záróháza, vagy a WC-ket ennek. Kis művirágot. Három IKEA gyertyát rárakni a fejére, két üveg golyót a kezébe, néhány húsgolyót. Az igazi betegség. Két fogas ráakasztani a fülére. Az órába toli két illatgyertyát. Köszi, hogy elmondtad, ciao. Köszi, hello. Itt van Enikő, hello Enikő, jó reggel. Hello, ciao. Sziasztok, jó reggel. Na, te merre jártál és kit láttál? Én nekem Zanzibáron volt szerencsém a Havashárik úrral egy csoportba kerülni. Ez Zanzibári befizetett út volt, aha. Így van, így van. És az egyik este mentünk át a szálláshelyről a hotelnek a recepciójára, ugye, ahol volt a vacsora, és hát a Havashárik úr már nem volt szomjas, mert... Jó, hát sose iszik. Hát azért ez mindenkinek, ez nincs baj, persze. Így van. Igen, azzal nem volt szomjas. Azzal volt inkább a baj, hogy a recepciónak az üvegfalán egy az egybe át sikerült mennie. Túl tiszta volt. Na. Nem mondod komolyan. Ő így kezeli a jetlaget. És azt mondta, hogy nyugodjanak, meg mindig így megyek be. Igen. Így van, majd a svédasszal sikerült lefejelnie, mint vakonnak a fülliepre. De már ez azután történt között, hogy átment egy üvegfalon, még lefejelt egy svédasszal, de Herrikben akkor van lendület azért. Tehát nem állította meg az ablak sem. Pontosan. Majd azt mondta, átmentem egy ablakon, megéheztem, most elmegyek és harapok valamit. Azért az ember átmegy egy üvegfalon után, azért megáll egy pillanatra, legalábbis körbenéz, hogy mi volt ez a zaj. Ez nektek gép sok, a megfejelem. Vagy kint zajlott a vacsora, és ő a svédasztalhoz ment be, csak rossz kapun vagy ajtón keresztül. Megkóstolom arccal. Igen. És mi oda mondhatok segíteni? Persze, természetesen segítettünk. Uh-huh. Majd aztán másnap ennek örömére, mivel éppen nálam volt az egyik könyve, éppen azt olvastam, nagyon kedvesen dedikálta, úgyhogy jó fej volt. Uh-huh. És emlékezett rá, hogy mi történt előző este? Nem emlékeztetünk rá, gondoltuk, felejtene inkább. Igen, felejtene. Hát ez azért bárkivel megesik. Oda ment észrevette, hogy olvas, és akkor megkérdezte kedvesen, hogy maga meg mi a tökömet olvas. Igen. Jó könyv én írtam. Ja, és jó volt Zanzibár, utána összehaverkodhatok? Persze. Ott volt még akkor a Bajor Imre is. És jó volt, abszolút készítettünk is közös képet. Na, jó fejek voltak, hát ők nagyon tudnak bulizni. Tudnak lazulni. Igen. Ja. Köszi, hogy elmondtad, ciao. Én is köszönöm, sziasztok. Hello. Jó, de látod, hogy ezt megjegyezzük, tehát ha bárki más esett volna át az üvegajtón, és esik bele. Nyilván nincs, bárki más, mert ugye az ismeretlen. Igen, tehát, hogy ugye? Persze. Tehát, hogy ez ott... nyilván ettől lett fontos és szép ez igen, a sztori. Igen, tehát hogy ez ettől milyen emberi, nem? Még ő is. Nézd meg a tanár úr. Igen. Én téged láttalak, Bali, hogy gondolom anyukát keneget naptejjel a bükkfürdői szállod a strandjá, hogy le ne égjél. Nem az anyám volt, hanem egy társág, akivel voltunk ott, a másik gyereknek az anyukát. Voltunk bükkfürdőn tavaly, és több gyerekes családdal voltunk, és ott az egyik 6 éves gyereknek az anyukája, aki nem idős. Kedve téged. Kedve engem. De miért? Hát hogy miért? Hát, jó Istenem, egy picit légit váltom, Borika. Jaj, Baráska. Mi volt? Megkértem, hogy kenjen be, mert mi mindig úgy kenem be magam, hogy nyaptejet teszek a kezembe, hátranyulok, és ilyen tenyérlenyomatra barulok. Jó, mondjuk egy 6 éves gyerek anyukája. Nem, azért. Már ez olyan... Érted? De most miért? Hát azt mondták, hogy az anyukája, gondolom az anyukája. Tehát, hogy nem lehetett olyan nagyon fiatal.
Hát egy 6 éves gyerek. A Viki is egy 6 éves gyerek anyukája, és mondjuk 38 éves. Tehát, hogy azért jó, de ő nem kereget. Hát de nem gondolná senki, hogy igen, hogy ő az anyukád, mert itt most azt írja... Hát, olyan anyukás a hölgy, de hogy... Jó, hát mit kellett volna csinálni? Kijönteni a kőre a naptejt, és belehemperegni? Hát nem volt ott senki más. Nekem nem kerhetik be a hátamat. Halló, jó reggelt! Itt van még egy hallgatónk. Halló! Halló, jó reggelt! Sziasztok. Jó reggelt! Kit láttál? Zsolt vagyok, bocsánat. Zsolt, hello, Zsolt. Bocsánat, én sem mondtam. Hello, Zsolt. Na? Kérlek szépen, én Németország utaztam ki éppen, és hát feljegyen beálltam végezni a dolgomat, egy pisztolyához, és egyszer csak beparkolt mellém egy bajuszos úriember. A pisztoár mellé? Tehát a másik pisztoárhoz. A mellettem lévő pisztoárban, így van. És hát Áder János volt személyesen. Ó, hát azért azt ritkán mondhatja magáról az ember, hogy... Most társasági elnök jóval. Ez még a kinevezés előtt történt. Ja, hát az nem hát akkor, igen, akkor még akkor is, kint volt az EU-ban. Akkor is miniszteri pozíció volt, és hát furcsáltan, és oldal is köszönt, hogy jó napot kívánok miniszter úr, és halka borgot egyet. Csekkoltad? És átcsekkol ilyenkor az ember? Miniszter úr! János bácsi! És? Jobban csodálkozott. Hát csak mondom, hogy duplán bajuszos. Jobban csodálkozott, mondja, hallod. Csak mondom, hogy duplán bajuszos. Lett is fedd. Persze. És ő jobban rácsodálkozott, azt mondod? Tehát átnézett, és azt mondta, hogy megveregette a vállamat. És azt mondta, hogy gratulálok. Én kéne kell nézni. Ha minden. De hogy egy elég érdekes szituáció volt. Igen, hát ezen az ember meg tud lepődni. Tehát, hogy ez egy érdekes dolog, igen. Igen. Ja. A múltkor a piszárban én sodáltam valaki mellé, annyira meglepődött, hogy rám fordult. Igen. Az új cipőm, na! Hola. Köszi, hogy elmondtad, csáó. Nagyon szívesen, sziasztok. Hello. Ezért ott nyelsz egyet, nem, hogy oldalt nézel. Én bennem van egy ilyen pisírítség, tehát valaki mellém beáll, én lefagyok, kész, én nem semmit nem tudok, tehát én ott még szöszmötölök, alibizek, és mintha már végeztél volna. Megrázom magam, csinálok így angolul, hogy eljövök, nem tudok, tehát az nekem egy szeánsz, csak egyedül. Szia, Balázs, egy közös fotó. Egy selfie, Balázs, hülye vagy? Ja, Istenem. Elnézést, megcsinálnál. Igen. Galusznik, itt láttam egyszer egy jogaklubban a Csabban lábat maradt. Hát ez nagyon jó. Én tudtam, hogy a hallgatókra lehet szállítani. Hát ez zseniális. Galusznik egy jogaklubban a Csabban lábat maradt. Csak fogad most még gyorsan. Igen. Miki nem szavarnak. Az előbb neki tántorodtam a lambérányának, és leszakította, úgyhogy le kell borotválni. Igen. Andy Vajna az Egerben bowlingozott, egy társasággal voltak, a golyóba nem tudta beletenni. Nem, már. És két kézzel gurította el a golyó. Igen. De előtte bemangdíziázt, hogy nehogy kicsüsszel. Ilyen kis hurka ujjai vannak. Egyébként ilyet nem talál ki az ember, tehát ezeket abszolút elhiszem egyébként. És megkérte Timit, hogy gurítsa el helyet. Ja, Istenem, hát nagyon jó. Fú, de jó. Igen. Balázs, én láttalak téged, úgy látszik, engem is sok helyen látok. Egy strandpapucsban és rövidgatyában próbálod egy létráról egy locsolócsővel leszedni a tetőtökről Benny helikopteres játékát, amit fellőttél előtte. Ez egyébként így, ahogy van, megtörtént. Tényleg álltam. Mi volt locsolócsővel? Volt egy ilyen szett, amit így meghúztál, és akkor így fölpörgött egy ilyen valami. Mi volt rajta? Strandpapucs és? Strandpapucs, rövidgatya. Hát egy ilyen flip-flop papucs és egy rövidgatya, hogy mászom föl egy ilyen létrán. A tetőre kell állandóan fölmenni. Ezt adom. Pákóval találkoztam egy benzinkú toalettjén, akkor léptem be, mikor pont durrantott pisilés közben, nevetett, aztán vidáman távozott. Nála mindegy. Mónikát láttam hétvégén a Campona moziban, popcorn majszolt vadul, pedig elég faros a mennyek. Faros a mennyek, igen. Az, hogy a hallgatóink legalább olyan rohadékok, mi vagyunk. Persze. Nyilván, és egy csővázas hátizsákba pakolta a nachoszt, pedig csak másfél órás volt a film. Berény Miklossal egy átmulatott éjszak után hajnalban találkoztunk Szombathelyen egy piaci lángososnál. Eléggé ki volt a tag, írja valaki. Apa pincér korában látta medvec kilónát mesztelen az öltözőben. Az jó. Igen. Hát, mondjuk a 30 év, akkor...
Lakatos Márka voltam egy buliban, kicsit nagyon elkészült, bezárkozott a szórakozó egy WC-be, és nem akart kijönni, annyira szégyelte magát. Zárórakra biztonságiak már könyörögtek neki, hogy legyen szíves, jöjjön ki. Kicsoda? A WC-ből. Lakatos Márk. Lakatos Márk, igen. A férfi WC-be. Igen. Fási Ádám egyszer olyan... Miért? Ő nem mehet rossz helyre? Ja, nem, csak, ne, csak kérdeztem, nem értettem. Ha iszom, én is elnézem a budit. Fási Ádám olyan részegen... Ja. Fási Ádám egyszer már nagyon jókedven érkezett meg egy vizslási falunapra, kiesett az autóból. Arca. El kellett vinni, megetetni, hogy szalonképes legyen. Ez nagyon tetszik. Igen. Kinyitott az ajtót, és azt mondja, vizslás megjökkel! Intett egyet, szevasztok. Vizslás legyen! Segítsenek, segítsenek, kiesett az autóból. Jaj, folyik a könnyem. Hát, én nagyon tudtam. Flip on the fascist. Nagyon tudtam, hogy a hallgatókra lehet számítani. Ez nagyon jó. Igen. Na jó van. Hát köszönjük szépen. Köszönjük az SMS-eket. Hát. Mit mond Dóra ez a kérdés, valakivel már is játszunk. Visszafelé beszélünk. Ülészebb élet a szív. Hozzájállat, élet a szívben, ami? Aki kérdez. Sziasztok, Dóra vagyok. Találjátok ki, mit mondok visszafelé. Aki válaszol. Reni, hello, jó reggelt. Ez a Fási Ádám, ez nagyon Reni, hello. Vizslási sztori. Hogy teszél erbe, hagyj kacsis. Hello, Reni, itt vagy? Hello, Reni. Reni, milyen csendes vagy ma reggel, Reni? Reggel. Na, állat, város, híres ember, vagy szólásmondás, Reni? Aha, hát akkor szerintem város. Jó, nem baj, akkor rend, visszahívjuk a hírek után, nincs baj, Renit elvesztettük. Renit elvesztettük. Amíg a vízlás, nagyon jó. Ez annyira tetszik. Igen. Megpróbáljuk akkor a hírek után, jó? Nincsen baj. 6 perc, pontosan 8 óra várunk friss közlekedési híreket, küldjetek el nekünk. Mi pedig jövünk vissza, és a bringás balhéval foglalkozunk majd egy kicsit, mert hogy az elmúlt egy évben komoly vita alakult ki a budapesti bicikli utak és biciklisták körül, és ezt szeretnék egy kicsit rendbe tenni. Közülünk is nagyon sokan bringáznak, hallgatóink közül is szeretnénk megtudni, hogy mi a helyzet ezzel kapcsolatban. Itt volt egy komoly csörte, ugye Vitézi és Tarlós István főpolgármester között, ezért mi arra gondoltunk, hogy felhívjuk Vitézit, hogy mondja el szerinte, mit nem szabadna csinálni, és mit kellene máshogy csinálni ahhoz, hogy még élhetőbb legyen az a város. Azt hiszem, hogy ő talán jobban képviseli a bringások érdekeit. Meg hamarabb megtudjuk a véleményét, mint a főpolgármester. Igen, hát a főpolgármester nem siet. Azért, mert meggondolja, tudod, nem kapkod. Igen, igen. Meg őt már többször kértük, hogy nyilatkozzon, de ő nem vállalta, úgyhogy Vitézi Dávidot hívjuk. Nem sokára Ákos híre jut. Folytatódik Magyarország első és egyetlen morning show-ja. A mikrofonnál Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a Morning Show, Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. 8 óra után vagyunk, pontosan 9 perccel, szép reggelt kívánunk minden Morning Show hallgatónak. Itt vagyunk egy, hát egy nagyon jó kis téma után, amit mi nagyon szeretünk, nagyon és hát bízunk hallgatóinkban, hogy ha kell egy kicsit árulkodni, ők azonnal velünk tartanak és velünk tartottak. Ugye hírességeket kerestünk olyan élethelyzetben, ami talán nem megszokott az ő esetükben. És hát tehát ez Novák Laci elalvása egy ikahintában. Végtelenül emberi és szimpatikus, fantasztikus történeteket találtak. Kipróbálta, bealudt, nincs ez a semmi baj. Ők is emberek, ők is isznak, ők is jól érzik magukat, ők is berúghatnak, mindenki más is berúghat, nekik miért ne lehetne, elaludhatnak egy IKEA konyhában, egy hintaágyban, átmehetek egy ablakon, mert az ember simán is átmegy egy üvegajtón, nyilván nem direkt teszi ezt, tehát ez bárkivel megtörténik, de azért mégiscsak a hírességről van szó, akkor az ember azért megmosolyogja ezeket a történeteket. Másnak is előfordul, hogy nem fér bele az ujjacskája a bowlingolyóba. A bowlingolyóba, oh, és akkor másnak kell elgurítani a labdát. Elszorított a karika gyűrű, nyilván. Tehát ez bárkivel megtörténik, de hát hírességek esetében azért ez szórakoztató. Így lehet velük azonosulni. Igen. Na gyorsan egy-két közlekedési hír. M0-ás Annágyi pihenős az M7-es között 100 méteren belül 3-as baleset az M1 felé, genya küldte nekünk. Igen, ez egy tömegkarambol, 6 autó ütközött egymásnak, Attila is elküldte.
Hát, nagyon nagy baleset van. Nagyon nagy baleset van. Az M7-es lejárójánál egészen pontosan a nullásnak 6 autó ütközött. Gázolt a metró a Forgács utcánál, úgyhogy emiatt Újpest központ és az Árpád híd között pótlóbusz közlekedik. Ne várjátok a metrót, Kriszti, köszi, hogy elküldted. Valaki pedig azt írja, hogy kigyulladt a kék metró a Forgács utcánál, elindult a gyalogos népvándorlás. Megnézzük, hogy mi a helyzet, és akkor mondjuk. A lényeg tulajdonképpen, ami a legfontosabb, hogy nem jár a metró, úgyhogy Újpest központ és Árpád híd között várjátok a pótlóbuszra. Trafi Miskolc előtt Tiszaújvárosban, ez Briket futár küldte nekünk, valamint nagy gubanc van a Tököli Stefánia utakon, mert minden utca bedugult a környéken, úgy látni, hogy a Stefánia Ajtósi Dürer sor kereszteződésében történt valami, lehetőleg azt is mindenki kerülje el. Ezt is SMS-ben kaptuk, köszönjük. M5-ös Szeged felé 130-as kilométerénél most történt baleset, és a Baumax előtt a Soroksárin befelé a rendőrök kiszedik a buszsávban közlekedőket, elbújnak, valaki rádió szól nekik, ha van szabálytalankodó, és amikor már késő és nem veszed észre, akkor intenek le. Hát ez így ilyen dolog. Nem szabad buszsávban közlekedni. Ugye? De ki szólhat nekik rádió? Ezt te mondtad? Mi van velem? Mert? A kis rendes, hallod? Nem, de mi van? Nem ér? Nem, tudom, hogy nem szoktak. Miért? Láttál engem valaha buszsába közlekedni? Ott nem. De akkor komolyan kérdezem. Buszsába? Hát ott nem. Ott nem szoktam buszsába, azért mondom. Tehát azért én valamit engem, bevállalok. Ez a nem kell buszsában közlekedni, ez olyan furi volt. Nem, rettegek, hogy lefotóznak. Tehát, hogy az észreveszik, lefotóznak. Nem is attól, hogy megbüntet a rendőr, az ember ezt kifizeti, hanem hát életemben le nem mosom magamról. Tehát, hogy ott valaki áll, és ott beragadok. Nem nagyon közlekedem. Vigyázz, alád ne húzzák a buszsávot egyszer. Olyan viszont már volt, hogy bementem volna kávézni, kijöttem, és alán festettek egy olyan helyet, hogy itt nem lehet parkolni. Tehát vannak rossz indulatú köszönetesek, hogy iszol egy kávét, érted, és addigra már alád festenek egy olyan piktogramot, amit észre. Hát ezért ez milyen világ? Milyen világ, hogy kimész, és hogy alattad már egy X van, mire visszamész a kocsihoz. Hát hallottatok már ilyen rossz indulatot? Na most ugyanez a buszsával is állítólag előfordul, hogy mész az úton, és alád húzzák. Pillanatra hagyod ott az autódat, és egyből alát festenek valami. Hihetetlen. Hát minden a pénz. Épp csak ennyire fontos beugrasz valahol, vagy lekenesd a hátadat, érted? És... Hát komolyan mondom, érted? Az ember beugrasz, szolizik egy gyorsan, és azon egy X-et festenek a kocsi alá. Hát értem, hogy nem szeretnek, de hát azért nem minden. Nem minden a pénz. Van egy trafi Szentendre belterületén Békásmegyer felől a pomázi leágazás után. Ezt Atis küldte nekünk. Köszönjük szépen. Na, és akkor játszunk egyet, mert ugye az elmaradt, ugye eltűnt a játékosunk, úgyhogy bepótoljuk a játékunkat, már itt is van a hallgatónk. Visszafelé beszélünk. Lészebb élet a szív. Hozzájállat, élet a szívben. Aki kérdez... Sziasztok, Dóra vagyok, találjátok ki, mint mondok visszafelé. De vásigyellán, mime? Aki válaszol... Halló, jó reggelt! Jó reggelt! Renáta vagyok, Nagykanizsáról. Renáta, Nagykanizsáról, hello! Mit csinálsz, Nagykanizsám? Én a kisfiamat nevelgetem. Aha! Zerind nem a kisfiamat. Bocsánat? Zerind. Zelind? Zerind. 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 Igen. Azért ritka név. Igen, nem. Szar. A Tar Zerind, a koppány apja, tisztek Tar Zerindnek. Ha ja, most már így, akkor nem ritka. Akkor nem ritka. Ha a kompány apját is most, hogy így mondod, tucat számra ismerek Zerindeket. Meg hát ez egy régi sztori, az alatt már biztos, hogy csomó embernek adtak ilyen nevet. Hát akkor nem ritka. És ti is ismertek már Zerindet? Kettőt. Kettő, tényleg? Igen. Utánatok lett Zerind? Nem, még előttünk. Tehát akkor ti nyúltátok. Uh-huh. Nekem volt egy osztálytársam, Termacsúnak hívták. Termacsú? Igen, mert Tar Zerind egyébként Termacsúnak az öccse volt. És milyen otthon, Reni, gyersem, szereted? Igen, nagyon, élvezem. Mekkora a gyermek? 3 éves. Most már. De akkor hogyha nincs óviban? Egy Tar Zerindet óviba adni? Hát nem, mert ugye 3 éves sem már be kell rakni óviba, vagy nincs ilyen? Vagy meddig lesz otthon? Szeptemberbe kezdi az óvodát. Ja, szeptemberbe kezdi. Egy Tar Zerindet, hogy ő azért született, hogy népek felett uralkodjon. Nem egy óvodá, hogy leigáz egy óvónő. Átlépi az óvodát, azonnal iskolába kezd. És akkor nincs is segítséged, nagyon egyedül vagy, Reni. Igen. Jól van, mondom, hogy miből tudsz választani. Van állatunk, városunk, szólásmondásunk és híres emberünk. Egy állatot szeretné, jól van. Mutatjuk akkor neked, jó? Rendben. Figyelj, elindult az óra, mutatjuk. Cudrápó. Cudrápó. Hát ez egy... Cudrápó.
Toh. Mutatjuk még egyszer, nem mondjuk el. Mutatjuk még egyszer, akkor viszont kivesszük a bögrét. Igen. Mit csinálsz? Mutassam még egyszer? Igen, egy kivettük, figyelj. Egyel kevesebb. Bocsánat, belebeszéltem, mutatjuk még egyszer. Cudrápó. Beleszólt az óra, mutatjuk még egyszer. Cudrápó. Meg tudod mutatni még egyszer? Cudrápó. Cudrápó. Cudrápó, hát ez nagyon... Igen, mi? És a póh az a hópárduc. Hát ó, nem volt ez olyan nehéz. Cudrápó. Nem csináld. Ez nem, tényleg nem volt nehéz. Nem volt nem nehéz. Volt nehéz. Tényleg nem volt nehéz. Köszönöm szépen. Ennyi, elkísérletére, hogy hallom picit. Köszönöm. Neki búsultál most. Nem. Régóta dolgoztál azon, hogy játékba kerüljem? Párszor, igen, már költöm is. De nem adom. Jól van. Oké. Helyes. Köszi. Sziasztok. Szia. Olyan sok szép feladatod van még Tarz Elindel, hogy majd az elviszi. Te akkora egy gennyes, egy rohadék, egy állat vagy. Miért lennék? Hát, próbáltam egy segítő jobbot nyújtani. Ahogy te nyújj, ha én fuldokolnék, én bármi másra kapaszkodnék, csak nem a segítő jobbodban. De. Nyújtom pedig, én nyújtam. Most is jött az a segítő jobb, most is jött, igen. Egyébként az ő nagyapját Tarhacsinak hívta. Tényleg, most utána néztem a dolgok, mi olyan Tarhacsinak. Neki volt a fia Teveli, és az ő fia volt Tarzerind. Na, hát ezt is megtudtuk. Jól van. Na, megnézzük akkor, hogy mi történik most a buszsávokban, a bringások kontra autósok között, kijelentések, nyilatkozatháború, tessék? Ezek szerint kimegyünk? Megtennéd, hogy bringára pattaná, és elütetnéd magad itt valahol a körúton. Ugye áll a bál, és megy a nyilatkozatháború, de reméljük, hogy ez az egész tulajdonképpen csak azt a célt szolgálja, hogy jobb lesz Budapestnek, jobb lesz az autósoknak, és jobb lesz a bringásoknak. Én autóval közlekedem. De nem haragszom a bringásokra. Te, aki bringázol, Feri, és autózol is, ugye én te vagy az egyetlen, aki bringásokra. Igen, gyűlöd, de saját magad. Igen. Mindjárt elmondom, mit akarok kérdezni. Mert ugye én csak autó, Jani csak bringa. Igen. Te tapasztalod meg azt, hogy milyen néha bringázni, milyen néha autózni. Még mindig megy ez a lögdösödés, lesz. Anyázás, bringás az autós ellen, autós a bringás ellen. Én mondom, autós vagyok, de nem vagyok a bringások ellen, viszont nagyon megosztja ez ugye a közvélemény, mindenki bele tud szólni, olyan, mint a magyar futball. Mindenki ért hozzá, ha autózol, arról van meg a véleményed is. Utálod a bringásokat, tiszteletet kivetelnek. Ha bringázol, sokan az autósoknak mennek neki. És igazából nem történnek nagy változások a városban, illetve elindult egy-két jó dolog, de most úgy néz ki, hogy ez lehet, hogy megáll. Szerintem elindult egy csomó jó dolog, és már leginkább itt ebben a sztoriban a legfontosabb az, hogy ha átülsz egyikről a másikra, vagy egyikből a másikba, akkor azonnal tudsz azzal a fejjel gondolkozni, aki éppen nem vagy. Tehát ha autós vagy, akkor rohadjon el a biciklis. Nagyon sokan így csinálják, ha ráülsz a bringára, akkor szemét állat autós. De nincs egyfajta javulás. Én nem bringázom a városban, mondom. Ennek több oka is van, de nem érzel tényleg valamit, hogy kedvesebbek, normálisabbak elengednek, jobbak a bringás utak, még tényleg mindig ez az élet-halál harc? Élet-halál harc egy csomó helyen megy, de ennek az oka a legtöbbször egyébként a figyelmetlenség. Tehát a bringások is hülyén tudnak menni, és az autó simán rá tud jobbra kanyarodni, úgy a bringa útra keresztül menni rajta, hogy közben nem nézel visszapillantó tükörbe, hogy jön-e valaki, akinek egyébként neked elsőbséget kell adni, és abban a pillanatban, hogy nem adod meg, akkor te kezdesz el anyázni, mert te vagy az autóval, te vagy a nagyobb, és azt gondolod, hogy akkor neked van elsőbséged. Nincs, be kéne tartani a szabályokat. Valljuk be őszintén, hogy ott vannak konfliktusok, ahol valójában nincsen igazi bringaút. Mert ahol a lehetőségek biztosították azt, hogy ne egyrészt a járdából legyen leválasztva, ne az úttestből legyen leválasztva, hanem volt elég hely ahhoz, hogy konkrét olyan bringa utat tudtak kialakítani, egy klasszikusat, ami sem a gyalogosokat, sem az autósokat nem zavarja, ott nincs konfliktus. Ahol ilyen tessék-lássék módon, mit tudom, hogy útesből leválasztott, egy festékcsika leválasztott kerékpáros út van, ott állandóak a konfliktusok. Az egy érdekes dolog, mert az inkább én ezt mindig jelzésnek éreztem. A jelzés az autósok felé, hogy ez ugyan egy autóút, de igen, itt lehet biciklista, tehát figyelj oda, mert neki is joga van egyébként az autóutat használni. Van egy csomó olyan dolog egyébként, amiből a mostani botrány is kipattant, amivel, gyerekek, meg kell mondjam őszintén, hogy én a főpont
főpolgármester úr felé hajlok, tehát például a Bajcsi-Zsilinszky utat, a belváros kellős közepe. Igen. 2x3 sávos autóforgalom van, és neked, ha mész befelé a belvárosba, jobb oldalon külön bringaút van, és még a 2x3 sávból az egyikre, azt hiszem, hogy talán buszsáv, arra még fölfestették a bicikli utat. Nem értem, miért kell bringával kimenni, érted? A három sávos útra van egy korrekt frankó bicikli út van, végig a Bajcsi-Zsilinszkyn, te mehetsz ott is, és neked jogod van egyébként a három sávból, én nem akarok három sávnyi autó mellett még menni, már nem mintha tisztább lenne a levegő 10 méterrel arrébb a bringa úton, de azt például ott nem értem, hogy minek van. Ha valaki ezt rendesen elmagyarázza, akkor adom. Igen, ugye kikerült egy elvileg egy ilyen, hát nem is tudom, főpolgármesteri utasítás, ami most tudjuk, hogy nem került ki, meg nem úgy került, meg nem így hangzott el egy városvezető értekezetről, ahol különböző pontokba szedték, hogy mi a jövőképe elvileg a városvezetőknek arról, hogy mi legyen a bringás közlekedéssel, és akkor rögtön azonnal ugye megjelentek különböző cikkek, kommentek, hogy visszaviszi Budapestet a 70-es évekbe, kirobbantják a bringás forradalmat, a kerékpáros klub Facebook oldalán azonnal robbant a bomba, és mindenki a tervezett intézkedések ellen akar tiltakozni. És itt van egy-két fontos dolog egyébként, nem prioritás az A-ból B-be legrövidebb elv. Na, ezt például... kikérem magamnak. Ezt, ha ez tényleg írásba került, hogy nem prioritás az, hogy A-ból B-be rövid úton el tud menni bringával, akkor ez tényleg ez valóban komoly visszalépés. Ilyen, ugye itt arról van szó, hogy a kerékpár utak kialakításánál nem kell figyelembe venni, hogy a kerékpárosok, ahogy te is mondod, a legrövidebb úton elérjék a céljaikat. Tehát nem lesz értelme bringára ülni, mert később fogsz odaérni, mint hogyha mondjuk autóval érni. Tehát, hogy gyakorlatilag ezzel kiherélnék a kerékpáros. Vagy például a kijelölt buszsávokban engedélyezett kerékpározás tekintetében felül kell vizsgálni a kijelölt buszsávokat, és onnan is ki kell rakni egy-két hely kivételével a bringásokat, mert hogy minimum 4,5 méteres buszsávra van szüksége a bringásnak, hogy ott biztonságosan tudjon menni, amit én mondjuk nem értek. Hát, hogy elmenje mellett a busz, gondolom. Miközben jó néhány buszsávról tudjuk azt, hogy 4,5 méternél keskenyebb. Igen. Tehát már eleve akkor ezek is. De például azon nem értem, hogy mi a baj, hogy a buszsávban a tök jó, ott mennek a bringások. Tehát ez egy egyértelmű dolog. Hát sokkal több baleset van abból, ha ti bejöttök és kolbászoltok ott közöttünk. Jobb oldalt mennek, én nem megyek ott, ti nem mentek ott, mentek a buszsávban, előre mentek a lámpánál, átmentek, nem zavarjátok az autósokat, nem cikáztok. Itt az esetleges előzéseknél lehet probléma. De most kihagytál egy viszonylatot, de most a kerékpár és az autó viszonylatát nézted. Igen. Csak te a buszsávba mész kerékpárral, mondom neked a sztorit, megint a Bajcsi-Zsilinszky út, a két rendes autósávban állnak az autók, te bringázol a buszsávban, és mögötted halad a hetes busz, nem tudom, hogy arra megy a hetes busz, már nem vagyok jó, és nem tud megelőzni, mert állnak a kocsik, érted? Ő nem tud téged kikerülni, ha vékony a sáv. Tehát itt már bejön egy harmadik dolog az autó meg a bringa közé, a buszos, ahol ül 170 ember, és menne szegény, érted? És feltartod őket. Te feltartod. Ha 4,5 méteres a buszsáv, akkor meg tud előzni a busz. Ha 4 méteres, akkor nem tud megelőzni. Aha. Érted? Tehát, hogy itt nyilván megint kéne valami mást is nézni, mint a bringást meg az autós kapcsolatát, tehát ebbe is picit van igazság, ugyanakkor meg tök jó dolognak tartom, hogy a buszsában, ha elfér, menjen a bringás ott a helye. Igen, a legnagyobb baj szerintem, hogy tényleg nincs ez új ráncba szedve, hogy a bringások menjenek egy kijelölt úton, ezáltal béké hagyják az autósokat, mindenkinek meg van a saját helye, mindenki tisztel, mindenkit, nincs baleset, nem cikázom közöttetek, ti nem jöttök át hozzám, a bringások megkapnak minden lehetőséget, hogy bringa úton menjenek, és ez egy letisztult, egyszerű élethelyzet, nem? A bringás tudja, hogy neki ott van a bringás útvonala, és onnantól kezdve balesetmentesen lehet közlekedni. Hát azért ezt más országokban megugrották. Persze, de ott azért egy kicsit talán kulturáltabban közlekednek a kerékpárosok is, mondom én ezt kerékpárosként, ettől függetlenül, tehát hogy azért ezt tisztázzuk, hogy a legtöbb autost az irritálja, hogy a kerékpárosok nagy része, vagy legalábbis nagyon sokan vannak olyanok, akik minimális szinten sem tartják be a kreszt. Igen, tehát jobb nem jön keresztbe semmi, megyek. Piros lámpa, kit érdekel. És hát tulajdonképpen anyámat nem is tudom ezért hibáztatni, hogy nem tudja a jobb kész szabályt, bár kéne neki, ha bringára ül. Közlekedési eszközről beszélünk, akkor kell tudni. Tegyél masnit a jobb kezére. Nem hülye, tehát nem azt nem tudja, hogy a jobb kezem melyik, hanem a jobb kéz szabály. Nem úgy lenne, hogy fogsz be a kezét. Na jó, hagyjuk anyukádat. A kezét kell, tessék, figyelj, mindig abba az utcába hagyjuk. Igen, abba az utcába tessék benézni, ma még kezele van festve. Ami piros kede felé figyelj. Na, itt van velünk Vitézi Dávid, akit ugye hát megtaláltak ebben a csörtében, és mi egyszerűbben tudjuk megszólaltatni, mint Tarlós István. Hello, jó reggelt kívánunk, ciao. Jó reggelt, sziasztok. Hello. Jó reggelt. Jó reggelt kívánunk. Na, kiderült most erről
a főpolgármesteri utasítás, hogy ez most valós vagy nem valós, ami kiderült a városvezetői értekezletről, vagy kikerült, tudjuk, hogy ez egy szándék, vagy ez csak egy fecni, ami kikerült, és nem is biztos, hogy lesz belőle valami. Ti tudtok erről valamit? Engem megkérdeztek néhányan arról, hogy érdemes-e visszalépni a kerékpáros közlekedésben, vagy nem, vagy merre kéne tovább menni, és ennek kapcsán elmondtam a véleményem, és aztán főpolgármester úr ugye ezt hát mondjuk ugye kommentálta, hogy mi lesz konkrétan ezekből az intézkedésekből, azt még nem lehet tudni. Valóban van egy ilyen papír, amit már sokan olvastak. Most ahogy én az interjúkat látom, azért lehet, hogy ebben lesz valamiféle megtorpanás, és a kerékpáros klub nyilván azért küzd, hogy minél több olyan biciklis infrastruktúra, amit az elmúlt években létrehoztunk közösen a BKK akkori vezetése és a biciklisek együttműködésben, az megmaradjon, és én azt gondolom, hogy ebben tovább is kéne lépni, mert az, hogy legyenek normális bicikli sávok, hogy legyen felfestett biciklis infrastruktúra, ahol és amilyen módon lehet, az nem csak a biciklisek érdeke, hanem az autósoké is, mert sokkal inkább szabálykövetőek a biciklisek ott, ahol van normális infrastruktúra, mint ahol nincs. A nagykörúton sokkal több baleset történik, és sokkal több a szabálytalanság, az össze-vissza cikázás, sokkal jobban idegesítik egymást, mint ahol egyébként normális kerékpáros infrastruktúra ki van építve. Hát így van, meg ugye tényleg arra kéne gondolni, mert tudom, hogy az autósok sokszor utálják a bringásokat, azt is aláírom, hogy sokszor joggal, mert tényleg sok az, aki nem tartja be a kezdet. Hogy tényleg minden egyes bringás, akár egy potenciális autós, aki erről ugye beszéltünk tegnap, hogy kevésbé használja vagy szennyezi a környezetet, én gyorsabban eljutok A-ból B-be autóval, mert ő a bringát választotta, ezért én hálás vagyok. Tehát ez valami közös együttélés kellene, hogy legyen. De én közben sajnálom a bringásokat, mert ők meg cikáznak jobbra-balra, jönnek-mennek, hát nincs egy egyértelmű útvonal vezetésük, ahol tudnának menni. Hát az ember, tudom, a tarlós azt mondta, hogy ne példálozunk Hollandiával, de kimész Amsterdamba, annyira egyértelmű a közlekedés, és annyira jól megoldott. Ez hogy... így van, de mi ezt kezdtük el, hogy lehetőleg a teljes belváros útvonalhálózatán mindenhova A-ból B-be a legrövidebb út, ugye ez van az, amit kifogásolnak, és amit ez a fővárosi anyag is kifogásol, el lehessen jutni. Ugye ez a kis utcák azt jelenti, hogy például az egyirányú utcák azért egyirányúak a legtöbb helyen, mert ugyan két kerékpáros elfér, meg a gyalogosok is elférnek a járdán két irányba, de autók két irányba már nem tudnak közlekedni. De az, hogy ezt a korlátozást kiterjesztük, az egyirányúság korlátozását kiterjesztük a bringásokra is, erre ahol egyébként a hely megvan arra, hogy elférjenek szembe egy autó mellett, ott erre nincsen ok. És így, ha ez föl van festve, ha az autósok is tudják és számítanak rá, ha ez ki van táblázva, akkor valójában egy szabályos helyzetet hozunk létre. Egy picit, hogyha a bringás sztoritól elléphetünk egyel távolabb. Budapesten a 70-es években megszüntették a színbeli zebrákat nagyon sok nagy csomópontban. Miközben egyébként a lámpák ott vannak, tehát át lehetne menni, nem csökkenti ez a közúti kapacitást. Az elmúlt években az Asztóriánál, a Deák téren, a Korvin negyednél, tehát az Ülői és a Körút csomópontjába, a Blahán, több helyen ezeket a zebrákat visszatettük, és egyből megszűnt az illegális össze-vissza rohangálása a gyalogosoknak, hiszen senki nem akart lemenni a lépcsőn, hogy aztán följön az utca másik oldalán, vagy Ferenciekre is ugyanilyen, hanem hirtelen létrejött egy olyan állapot, ahol mindenki szabályt követ, az autós is látja, hogy ott a zebra, de mivel lámpázva van, a gyalogosok is akkor mennek át, amikor a lámpa ezt megengedik. Tehát sikerült egy olyan együttélést létrehozni gyalogos és autós kerékpáros között, ami mindenkinek jobb. Ugyanilyen az, amikor az egyirányú utcában vagy a buszsávon megjelennek biciklisek, olyan helyeken, ahol ezek elég szélesek, vagy ez lehetséges, és más megoldás egyszerűen nincs hely más megoldást alkalmazni. Igen, tehát ti is azt mondjátok, hogy az arra alkalmas, mit vagy te is azt mondod, az arra alkalmas egyirányú utcában menjen a bringás nyugodtan. Igen, de van olyan egyirányú utca, ahol ezt nem tudtuk megengedni az elmúlt években, mert nincsen meg a megfelelő szélesség. Hát itt is most ugye erről van szó, tehát a tarlósék is ezt mondják, hogy ahol nem férünk el, ott ne legyen szembeforgalom, még bringás. De te úgy érzed egyébként, hogy több olyan utcára is azt fogják majd mondani, ahol elférne a szembejövő biciklis az egyirányú utcába, hogy ott se lehet? Hát én ahogy értelmezem ezt az egész koncepciót, ez inkább egy retrográd koncepció, abból az értelemben, hogy inkább azon gondolkodik, hogy ami eddig történt, abból mit kell megszüntetni és mit nem, és nem azon, hogy lehetne tovább lépni. Nyilván, ha arról beszélgetünk, hogy még van sok száz egyirányú utca, ahol ez nincs bevezet, hogy hol lehet és hol nem, ez egy hasznos vita. De inkább arról szól most a vita, hogy van 120 vagy 130 olyan utca, ahol ez be lett vezetve, alaposan végignézve mindegyiket, hogy megvan a megfelelő szélesség, és most hol lépjünk vissza. Szerintem ez nem a jó vita. Szerintem inkább azon kéne gondolkodni, hogy az Ülői úton például, ahol a belső szakaszon eltűnt a közúti forgalom egy jelentős része, hiszen nem lehet áthaladni a Kálvin téren keresztbe, az autósok nagy része elkanyarodik a Petőfi hídra, meg a Rákóczi hídra, hogy például tudunk egy olyan új forgalmi rendet csinálni, hogy lehessen biztonságosan elválasztott kerékpársávban
biciklizni, vagy a nagykörúton meg lehet-e azt oldani, meg lehet egyébként, kész tervek vannak rá, hogy megmaradjon a két forgalmi sáv. Az autók azok a mindenféle hirdető oszlopok meg ilyen használaton kívüli újságos bódék helyére félkerékkel fölparkoljanak a járdára, lényegében a fák közé, és hirtelen meg lenne a hely mindkét irányba egy kerékpársávra. Hú, az milyen jó lenne. Szerencsésebb lenne. Igen, az milyen jó lenne, hogy az autók fölállnak félig, és ott lenne egy biciklisági hely. Megszűnne a villamospályán biciklizés, megszűnne az autók között cikázás. Tehát vannak okos megoldások, én szerintem inkább a városnak ezen kellene dolgozni, és ahogy ezt mondtad is, az, hogy legyen jó kerékpáros infrastruktúra, az nem a biciklisek érdeke. Nem olyan, mint hogyha egy csoport elkezdeni helikopterrel járni a városba, és helikopter leszálló pályákat követelne a közterületen, ami csak nekik jó, de senki másnak, mert a helikopter az egy elég környezetszennyező mód. Az, ha többen bicikliznek, az mindenkinek jó, mert egyrészt a legkörnyezetbarátabb mód, másrészt a legkevesebb közterületi helyet foglalja, tehát magyarul sokkal kisebb helyen elfér, tehát kisebb a dugó, hogyha több ember. Hát hogy ne, ezért fontos az, hogy minél több bringás legyen, vagy én ezért örülök annak, hogy minél többen bringáznak, vagy gyorsabban odaérek majd A-ból B-be autóval, mert igen. Én nem szállok ki az autóval. Hát ez nem épesző, aki tehát, ezt így megkérdőjelezi. Nem, abszolút. Tehát minden egyes bringásban én egy potenciális autós látok, és azt mondom, hogy köztesó. Egyrészt, hogy nem vitted le a tükrömet, kettő, hogy bringával mész, igen. Mert hogy viszont én akkor hamarabb odaérek, nem? Hát minél többen bringáznak, elvileg annál kevesebb autó van, mert sokan döntöttek úgy, hogy bringával mennek. Tehát ez egy jó együttélés lehetne, csak a bringásoknak is meg kellene kapniuk azokat a feltételeket, hogy ne az autósokat csesztessék, mert sokszor tényleg igaza van az autósnak. Ha bosszankodik, ha elé megy, ha véletlen elüti, ha nem tartja be a jobb kezet, nyilván a bringás meg sokszor azért csinálja, mert nincs meg a megfelelő igen. infrastruktúra. Ez egy ilyen ördögi kör, amiben benne vagyunk. Viszont ha ezt visszaforgatják, vagy visszafolytják, vagy nem fejlesztik tovább, akkor megint nagyobb lesz a káosz, nem? Igen. Abszolút így van, és ugye azt felejtsük el, hogy ez egy abszolút egészségügyi kérdés, és nemrég lett meg az az OECD-s statisztika, ami végelempi azt, hogy tehát az autóforgalom miatt okozott levegőszennyezés egészségügyben mit okoz. Magyarországon egyébként elég rossz helyen áll még az EU-s összehasonlításban is. 10 000 ember hal meg előbb a városainkban, és ugye elsősorban Budapesten miatt, mert a szállóport kibocsátás, amit hát alapvetően a gépjárművek okoznak a városokba, tüdőmegbetegedéseket okoz. Tehát tényleg mindannyiunk érdekel, hogy amennyire lehet próbáljuk ezt csökkenteni. Egyébként pedig abszolút így van, hogy a szabálykövetés, az, hogy mennyien közlekednek szabályosan, az nagyon szoros összefüggésben van azzal, hogy milyen az infrastruktúra. Ha megnézzük azokat a kerékpársávokat, amik az Andrássy úton vagy a Kiskörúton például létesültek, ott nincsen annyi szabálytalankodás, nincsen annyi probléma. Persze egy-egy szabálytalan biciklis ott is van, de hát azért az autósok is tudják, hogy mondjam, nem minden autó szabályosan közlekedik ebben a városban. Ettől tehát, persze nem minden autósról szól. Ezt más országokban hogy oldották meg, hogy mennyi idő alatt? Tehát tudom, hogy nem jó Hollandiával például, mert egészen más az infrastruktúra, a szellemiség, a gondolkodás, sokkal több idejük volt erre, de mennyi idő alatt ugrották ezt meg, hogy jutottak el oda, mondjuk tényleg az ember elmegy Amsterdambe, hogy azt lássa, amit ott lát. Vagy egy Bécs, Berlin. Én azt mondanám, hogy nem is az idő a kérdés, hanem mert van, ahol ez tényleg szervesen hosszú-hosszú évtizedek óta így van, és már a motorizáció sem robban be úgy, tehát nem valahonnan visszaléptek, hanem eleve soha nem kaptak annyi teret az autók, és meg sem történt az, ami Budapesten a 70-es években, hogy az autók kedvéért, ha úgy tetszik, átépítették a félvárost, és létrejöttek aluljárók, felüljárók, új közúti csomópontok, tehát eleve soha nem lett ennyire domináns az autóközlekedés mondjuk Amsterdamban. De Budapest egy nagyon szerencsés helyzetben van, mert míg nyugat-európai meg észak-amerikai nagyvárosokban a polgármesterek és városvezetések folyamatosan azon görcsölnek, hogy tudnának több embert meggyőzni a biciklizésről, és folyamatosan öntik bele a dollár és euró milliókat ebbe az infrastruktúrába, és hát vannak, amik tök üresen állnak, addig nálunk ez egy teljesen igény alapon létrejött infrastruktúra, tehát magyarul előbb volt meg az igény, és a város mindig erre reagált, és most is az a helyzet, hogy sokkal nagyobb arányban nő a biciklisek száma Budapesten saját magát, mint ahogy ezt az infrastruktúra követni tudja, főleg, hogy most az elmúlt egy évben azért kicsit le is lassult ennek az üteme. Tehát én azt gondolom, mármint az infrastruktúra fejlődésének. Tehát én azt gondolom, hogy Budapesten az látszik, hogy megvan az igény, és ahol ennyire erős az igény, tehát ahol meg 10-szereződött a biciklisek száma az elmúlt 15 évben, itt egész biztosan van még egy csomó olyan rejtett igény, ami csak azért nem jön elő, mert emberek már bizonyos helyeken azért nem bicikliznek, mert egyszerűen nincsen meg a biztonságos infrastruktúra. Mm. Tehát Budapesten, hogyha még jelentős pénzt költenénk arra, persze egy metróépítéshez képest ezek elenyésző összegek, de még költenénk jelentős forrásokat arra, hogy például a körúton, Üllői úton, Váci úton, egy csomó olyan helyen, ahol ma nincsen meg, legyen normális kerékpáros infrastruktúra, ha bővítenénk a Bubit, hogy nem csak a belvárosban legyen, hanem a Hungária körútig, vagy azon is túl elérjen, akkor én szerintem még tömegeket lehetne arról meggyőzni, hogy tegyék le az autót, hogy bringázzanak, biciklizzenek, mert látszik, hogy
erre megvan a nyitottság a budapestiekben az eddigiekből. Igen, meg hát ez egy folyamat szerintem, amit nagyon megállítani nem lehet. Tehát ezzel vagy együtt mozog egy város és egy városvezetés, és próbálja irányítani. Ha lassított, ha akadályozod, ezt megállítani nem tudod, mert az emberek fejében van egy ilyenfajta gondolkodás, hogy már pedig én bringára akarok ülni, akkor azzal egész egyszerűen együtt kell élni, gondolkodni és segíteni, mert ez nem egy olyan folyamat, amit ha visszavágok, akkor lelassul. Maximum csak több balesetet okoz, hátráltatja, de igazából megállítani nem lehet. Szerintem, mert ez egyfajta szemlélet, egyfajta gondolkodásmód, ami az emberekben egyre inkább kialakul. És ezt valahogy Budapesten fedezzük fel újra, azért vidéken nagyon elterjedt a kerékpározás. Hát hogy nem, persze, hát valahogy meg is jobban meg is van a kultúrája. Jó, persze. De a folklór része. Meg is maradt, és a napi közlekedés, ez nem sport, a napi közlekedés része. Tehát lényegében a budapesti ember a motorizációnak egy ilyen túlzott elterjedése után, ha úgy tetszik, ahol nagyon kis távokra. Is van, nyilván nem tud hova tenni, föl kell vinni a lakásba, nincs tároló, ellopják, nincs bicikli út, tehát lehet sorolni a dolgot, de igaz. De ugyanezt az autóról is lehet mondani, hogy nincs hova tenni, és fölvinni nem tudod a lakásba, és néha nincs hova tenni. Jogos. Csak azt látja a szomszéd, tudod, hogy van autó. Státuszszimbólum. Dávid, hát köszönjük, reméljük, hogy akkor ebből nem sok minden valósul meg, már nem abból, amiről beszéltünk, hanem ami kiszivárgott. Köszi, hogy elmondtad. Köszönöm én is, sziasztok. Mi a helyzet a múzeummal? Te most vagy ott, vagy mit csinálsz? Abszolút, most tervezzük újra a közlekedési múzeumot. Tehát az egy bezárt múzeum most. 2018 talán? Az egy bezárt múzeum, hát reméljük, hogy 18, legkésőbb 19 eleje. Most kezdjük a bontást nem sokára, és egy teljesen új múzeumot fogunk csinálni. És ezt a szemléletet, amit most itt próbáltunk keresni, tehát hogy a közlekedés egy komplex dolog, ahol minden mindennel összefügg, megpróbáljuk ezzel a szemlélettel bemutatni azt, hogy az 1900-as években, vagy az 1800-as évek végén, vagy éppen a 70-es években hogyan kezelték a közlekedést, és persze ott lesznek a járművek, amiket szeretünk, a régi gőzmozdony, sőt, fogunk még olyan régi járműveket szerezni, amik eddig hiányoztak a gyűjteményből, mind autók, mind villamosok, mind vonatok, de az egészet egy ilyen idővonalas szemléleten minden egyes kor közlekedését komplexen bemutatva, az akkori társadalmi folyamatokat miért és mire adott választ a közlekedés, milyen igények voltak, erre reflektálva bemutatni, úgyhogy az érdekes, hogy egy 8 éves gyereknek és a nagymamájának is, és nektek is, úgyhogy ezen dolgozunk, ezt most tervezzük, és rövidesen kezdődik az építkezés. És ebben még mint főigazgató vesz részt, nem talicskázol, ugye? Igen, alapvetően. Jól van, csak hogy nem. Igen. Dávid, köszi, vigyázz magadra, köszönjük szépen. Vitézze Dávidnak, köszönjük. Szia. Ciao, hello. Kedvelem, hogy értelmes pacsak. Nagyon jól átlátja ezeket a dolgokat. Én meg jó dolgokat indított. Meg érzed benne a kompromisszumkészséget, amit másokban viszonylag ritkán. Igen. 8:09 volt pontosan, 7 perccel jövünk Ákos hírei után. Morning Show, Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Jó reggel! 8 óra után vagyunk, pontosan 50 perccel, szép reggelt kívánunk minden Morning Show hallgatónak. Itt vagyunk, és már is folytatjuk. Jön egy VTCC-s kérdés, mert hogy ugye most hétvégén rendezik a magyarországi futamot, és lehet drukkolni ugye Mihalis Norbinak. Olyannyira lehet drukkolni, hogy élőben lehet mindezt megtenni, mert hogyha valaki nyer nálunk, akkor ott lehet a futamon. De nem csak a futamon, hanem pénteken, szombaton, a szabad edzésen, az időmérőn, és minden máson. Ott tud majd lenni, csak egy kérdésre kell válaszolni. És ami fontos még, hogy örülni kell, ha felhívjuk az illetőt. Nem kell ordibálni, meg nem kitörő örömre, meg műsikolyokra vagyunk kíváncsiak, csak arra, hogy tényleg valaki úgy nyerje meg ezt a jegyet, hogy valaki olyanhoz kerüljön, aki valóban örül. Lehet, hogy volt már kint, az se baj, de úgy átérzi azt, hogy ő szívesen menne erre a túrautó világbajnokság magyarországi futamára, és tényleg tud neki örülni. Hát a tegnapi játékosunkról mindez nem volt elmondható, nem? Olyan hétfői volt. De a mai keddi lesz, és öcsém. A mai keddi lesz. És a keddi már egyen jobb, öcsém, ha nem örülsz. Hugom, ha nem örülsz. Visszaveszük a jegyet. Megkeresünk. Nem, vissza nyilván nem mehetett a dolgot, de tényleg jó lenne egy kis. Nagy, tényleg. Hát, de... Figyelj, fantasztikus dolog. Hát meg egyébként, hogyha arra gondolunk, hogy érted, egy család, és még kimennének négyen, azért ez nem kis összeg, ebből két jegyet most letudhatnak, másik kettőt nyilván meg kell venni, de óriási élmény lesz. Meg nyerni jó egyébként, bármit jó nyerni, de erre a játékra meg nyilván azért jelentkezem, mert érdekel a Mihalis Norbi futama. Így van. Tehát, hogy úgy mennél plusz a ki. Másik két magyar versenyző így is, van. Akik ugye az Engedimnek a na mondd a kérdést, tesó, ne húzzuk az jó van igazat. Na akkor mondom is. 3-2. Tessék, Jani. Hány fordulóból áll a 2016-os túrautó világbajnoki szezon? A betyárját, te jó, teljes. Gyönyörű. Tehát minden segít neki. Na, kuc-kuc.
ennyire nem erős a kérdés. Nem csak valamiféle nagyon magas a szállópor koncentrátum. Szóval hogy hány futamból áll a 2016-os túrautó világbajnoki szezon, ez a kérdés, igen. Ezt küldjétek el nekünk, drága hallgatók, jó? Ha ráértek péntek, szombat, vasárnap, szeretétek ott lenni és drukkolni Norbinak és a többieknek. És tudtok örülni. És tudtok örülni, így van. Hét autó ütközött az M0-ás Érdi kihajtója előtt 200 méteren belül. Laca küldte nekünk, hatalmas a dugó arra felé, úgyhogy próbáljátok megkerülni. Ez az M1-es irányában van, és már 1 kilométeres a dugó, amiben róka áll, elküldte nekünk. Anna hegy környékén történt a dolog, úgyhogy próbáljátok kerülni, reméljük, hogy Isten, nincs komoly baj, és senki nem sérült meg. Ott már mit csinálsz? Ott vissza tudsz még jönni? Nem, az sehova. Ott nem, hát állsz a dugóban, ott semmi nincs. Ott van egy Mekia, amerre le tudsz menni, de az is csak egy szervizút, és visszajössz. Ott nagyon sem erre. Ott megvárod, amíg hát félre vonulnak. Baleset a 67-es úton Bőszén felőtt, félpályás lezárás van, rendőrségi helyszínen és mentőtűzoltó a helyszínen, pontosan nem látni, mi történt, nagy a sor, Csaba küldte nekünk. Ez tehát a 67-es úton van. M7-es 88-as kilométerénél Balaton irányában fotóznak, mindenki vigyázzon, csak úgy, mint az M35-ösön a Póri pihenőnél Debrecen felé, ezt Peti küldte nekünk, valamint az M5-ös lépésben halad befelé Ócsa és az M0-ás között, és Litér belterületén három lábú Tamás küldte nekünk, köszönjük szépen. Az M3-os metró helyett pedig továbbra is pótlóbusz közlekedik az Árpád híd és az Újpest központ között baleset miatt. Ja, azt hittem, ez már tudatos felújítás. Nem. Ja, nem is meséltem. Nem, sokan jönnek. Megkaptam az első védás csekkemet. Nem mondott komolyan. Te jó, bekereteztetek. Nem mondott komolyan. Fotóban mindennel? 30. 30. Állítólag gyerekek percenként ilyen 200 csekk, vagy én nem tudom, mire olyan számot hallottam, de így jönnek a csekkek. Én merek élni. Atya Isten. Pedig mióta ugye emlékeztek, ahogy beindult a védázás, akkor még mondtuk is, hogy mindenki nyilván most odafigyelne. Mi volt? Gyorshajtás? Gyorshajtás, amikor mentem haza anyukámhoz. A tűz mellettet főkötőben? Akkor kaptam, nem, akkor még csak mentem érte. Szállj már le az anyámról, az anyám nem egy vénasszony, az anyám egy modern, kedves nő. Jó, akkor ott ült mellettem baseball sapkában. Igen. New York Yankees baseball sapkában, egy hatalmas Kentucky a kezében. Így van, és így tartotta a két ujját a véda alatt. Így. A fiam él. Igen, egy slashes pólóba tudod. És 30-as? És 30-as. Mennyivel mentél? Nem tudom még a részleteket, mert anyukámhoz jött. Kiakadt az óra. Nem, mert igen, tegnap a mama hívott. A mama hívott, hogy baj van, fiam? Igen, és csak azt kérdezte szolidan, hogy azért bocsájtok meg, drágám, mert értem, jöttél, mondta a mama. Ilyen, a mama beszáll a közösbe? Tehát ha őt fuvarozod, akkor beszáll. Hát mondtam, hogy én egy fillért nem fizetek, anyám. Hát érted, mentem, én nem lettem volna. Mama, van egy rossz hírem. Van egy jó hírem, és egy rossz hírem. A jó hír, hogy 20 perc volt vagyok. A rossz hír, ugrott a nyugdíjának a háma. Te, hogy fizeti a büntetést, mama. Egyébként meg csinálj meg az almás helyét. Nagyon éhes vagyok. Már mondtam, mama, hogy siessünk, mert kok még nem ettek. Úgyhogy menni kellett, menni kellett, 30 rugacsos a dolog, ez az első, és pedig figyeltem. Tegek, én is rettegek. És pedig figyeltem, és tudod, mi történt? Hol kaptak el, azt tudod? A M5-ös autópályán. M5-ös? És tudod, mi történt? Azt történt, nem az M5-ös, hanem a rámegyésbe is gyorsan mentél. Na kapjátok. Szemetek. Mi történt ez? Gondolom, megszegted a fogalok. Igen, kicsit gyorsabban mentem, mit kellett volna. Elnéztem ezt a dolgot, azt most megszívtam. Igen. És nem is láttad őket? Tehát nem volt az, hogy az iskoláját belefutottam. Nem. Én is rettegek, de még egyelőre semmi. Egyelőre sem csúnya ez. Most mi lett volna, ha nem is vigyázok? Érted, akkor 60? Hát 60, 90. Igen. Ilyenkor az érdemes tényleg elgondolkodni, hogy 30 ezer forintot költheted volna fodrászra, botoxra, karparosorsére, bár levágattad volna a szakállat. Azt nem tudom, a szakány írom magamtól is. Megkeresetted volna az álladat a szakállat. Na, 5 perc, pontosan 9 óra van, friss közlekedési híretek küldjetek, a jó megoldásokat is küldjetek, mi pedig jövünk, mert hogy Juliska jön hozzánk, úgyhogy Juli rovatával folytatjuk a hírek után. Háromsugrás nem itt van, a háromsugrás majd a hírek után. Léci, hát te tényleg, és beugró. Hihetetlen, ide jönnek ebből a média iskolából, mindenki próbálkozik. De jó, hogy mondtad, Feri, hát látod, azért mégiscsak van értelme annak, hogy itt vagy. Teljességgel, néha érted, így kitöltök egy 3 percet egy szánalmas rossz sztorival, amikor belém rúghattok és az anyámba is, meg tudok néha szólni. Már ma is volt értelme, hogy felkeltél. Látod? Már is mutatjuk a beugrót. Ez a beugró a hármas ugráshoz. Figyelje mindenki, már is mutatjuk. Ha egy picit odapirítottunk, hol könnyebb, hol nehezebb. Mit hallottunk, írjátok meg nekünk. 2 darab dalcím, vagy 2 darab előadó. Küldjetek az SMS-eket, mi pedig jövünk Ákos híré után. És most, hölgyeim és uraim,
Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. A mikrofon mögött az éter nagyágyúi. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Morning Show. 9 óra után vagyunk 9 perccel, John Newman, hogy ahogy hallottam, Naima János. Énekelt nekünk egy őrületes dalt. Így korra reggel, 9 óra után 9 perccel. Mi van a hidegfronttal? Megjött már? Jön? Holnap jön? Holnaptól csütörtökig. Holnaptól csütörtökig? Úszik be az ország. Még igen, és ők csütörtökre mondják ezt, ez egészen meglepő és dermesztő. Minusz egyes, negatív. De az éjszakára, hát attól ne legyen kakis a bugyit. Hát most attól semmi baj nem lesz. Nem tudom, hogy bugyit hordas. Ebben a korban már az ember mindentől megijed. Mindig az, miért barna mindenki? Minusz egyet mondanak, áj, minusz egy. Látszódjon. Jó, éjszaka nem baj. Nappal egy jó idő, nem? Hát így van, nem kolbászol az ember nagyon mindenféle vidéken. M3-as Miskolc felé a rekett és pihenő előtt kis pihenőnél mérnek, és a következő lehajtónál három elfogó Octavia RS áll készen, hogy kiterelje a gyors hajtókat. M7-es Budapest felé tartó 31-32-es kilométerek között kamion a leállósában, alkatrész darabok a sávokban, 50-es korlátozás, de gyorsan át lehet rajta haladni, úgyhogy mindenki vigyázzon. Baleset a 67-esen Simonfa és Bőszínfa között, autó a szakadékban. Ezt Gábor a Pannon volántól küldte nekünk, köszönjük. Az M7-esen, ahogy mondtuk, a 88-as kilométernél fotóznak, úgyhogy ott is vigyázzatok. Még mindig tart az Annahegyi helyszínelés, hatalmas baleset volt az M7-es felé az Annahegyi pihenőnél, úgyhogy hatalmas a dugó, mert hogy még mindig helyszínelnek. Jár-e már a metró, János? Ezt kérdezem én tőled, hiszen nem járt. A Forgács utcánál történt egy baleset, tudunk-e valami frisset? Köszönöm szépen a megtisztelő figyelmet, illetve a kérdést. Egy frissítés, és már is mondom, hogy a BKK legfrissebb információi szerint az M3-as metró ismét a teljes vonalon jár. Oh, köszönjük szépen! Trafi Miskolc felől Tiszaújvárosban brikett futár küldte M5-Szeged felé 130-as kilométernél. Baleset van, vigyázzatok, és van egy trafink Szentendre belterületén a Békás-Megyer felől a pomágenzi leágazás után trafiznak. Ott is óvatosan kell menni. Na, elmondtunk mindent? Igen. Elmondtunk, kedv van, ez pedig azt jelenti, hogy már is Julival megyünk tovább. Julival mindig történik valami. Ő a családanya, a feleség, a folyton agonizáló fiatalnő, aki nem megy el szó nélkül a hétköznapi élet dolgai mellett. Juli élete itt a Morning Show-ban. Juliska, Juliska. Julcsi! Szia, jó reggel! Hello, Juli! Hogy vagytok, fiú? Mi újság? Jézus! Mi újság van, Juli, jól vagy? Hát, aha, kis vitával indult a mai nap. Na, ki mi van? Miróval. Nem tudom, nektek szokott, nem tudom, ti hogy szoktatok veszekedni, vagy szoktatok egyáltalán veszekedni otthon az asszonnyal. Nálunk ilyen 3-4 havonta van egy olyan nagyobb összezörrenés, de ez egy ilyen ordítós. Uh-huh. Szerintem kívülről egyébként ilyenkor rettenetesen vicces vagyok, mert én ilyenkor konkrétan artikulátlanul vagyok. Tényleg? Ezt olyan nehéz rólad elképzelni. Hát én nagyon ki tudok akadni, mert a Miró oda dob valamit, így fokhíról, ami annyira betalál, és olyan igazságtalannak érzem, de hogy igaz. Nem. Ja. De egyébként... Igen, mert ugye ez szokott a baj lenni. Nem, és egyébként azt is szoktam látni rajta, hogy ahogy kimondja, már látom, hogy baszki, ezt nem kellett volna. Aha. És akkor én viszont ordítok. Ez kizsúszott. Már bocsánat. Igen. Ja, kicsit benned van ez a reggel. Igen, mert ilyenkor én nagyon bántva érzem magam, és akkor... De mit mondott? Tudhatjuk, hogy mit mondott? Tehát álltál a ruhászekrény előtt, és azt mondta, hogy... Tudjátok, ezt mondtam nektek, hogy a Mirónak egészen mások az a kapacitásai, az energiaforrásai, egy 24 órás ember. Neki nem probléma az, hogy mondjuk 48 órán keresztül nem arszik. Ő 18 órát képes úgy ledolgozni, utána hazajön, és nem és az elmúlt egy hétben nem, egy csomó dolog miatt nem nagyon tudtam kipihenni magam, nem nagyon aludtam, és az elmúlt két este így bealudtam. És reggel ő ilyenkor úgy kell, mint egy ilyen tüskés sün, és látom rajta, hogy duzzog és megjegyzéseket tesz, mert ő ezt úgy fogja fel, hogy én tulajdonképpen az alvást választom helyette. De miért neked minden este szexelmet kell? Nem a minden este. Kétszer. Jézus is. Nem a szexről, nem is a szexről van szó, hanem ők egyébként. Úgy... Mi a titok? Mit tudsz te? Írjátok már föl nekem. Vagy mi tud ő? Kire legyünk irigyek? Az is kár, milyen teát iszol? Szerintem ezt úgy fogja fel, hogy... Csak fizetésztak? Milyen vezeték? Mi vállaltam egy kerlén? Mi átik bele? Mi a nagy csővezetékkel, adjatok nekem. Mellenült a gyömbér gyökere.
Szerintem szóval ők gondolja, van egy fontossági sorrendem, és hogy úgy érzi, hogy ennek a fontossági sorrendnek a végén. De milyen egy önző, egy ilyen tipikus, primitív, férfias gondolkodás. Ja, ez. Nem, nem, azt mondom, hanem egy nő aludni akar, és ez az a hülye hímsoviniszta, ilyen rossz, sztereotíp, hülye férfi gondolkodás, nem csak szövelem, inkább alszik, akkor már nem kellek neki. Hát nem egy ruhásszekrény van, amiben bele lehet menni, vagy a nő, de mit kell elképzelni? A nő alszik, mert fáradt, miért kéne a nőnek minden pillanatban mindig nem tudom, azon gondolkodik, hogy tudja kielégíteni az urát. Nem, mire lehetne fáradt? Hát nem a középkorban élünk, a nő kötelessége, jön a férfi. Nem kötelességből, szerelemből. De miért? Csinálja, azt aludjon el. 7-től fél 8-ig, azt akkor... Miért nem mondhatnál, hogy édesem, nagyon szeretek, nem alszom, hagyjál békén, aludni akarok. Hát, de ő csak elalszik. Milyen önképzavar ez egy férfiba, hogy nem fekszik le, már nem szeret. Hát ez az hülye dolog ez, de komolyan mondom. Meg ráadásul tudja, hogy miért nem aludtál a héten. Tudja, hogy miért nem aludtam, igen, tisztában van vele, de... tehát igazából azt hiszem, hogy őnek ilyenkor a szeretgetés, a babusgatás, a tyütyörgés hiányzik, és hogyha ebből ő nem kap egy adagot egy héten, akkor befeszül tőle, és ezen a héten ő nem kapott annyi adagot, szeretett adagot, amennyit igényelt volna. És akkor ilyenkor akkor van egy... Akkor nyeljél a békát, akarod, hogy lekezeljük távol. Nem, mert ilyenkor van egy ilyen nagyobb krízis, ilyenkor ordítunk egy picit, aztán utána van egy 20 perc, amíg mindenki kifújja a mérgét, megnyugszunk, és utána ők küld nekem egy SMS-t, már küldött, csak még nem olvastam el. Attól nem volt igazad. Aztán utána én is küldök neki egy elnézést a kirohanásért, és kölcsönösen bocsánatot kérünk egymástól. Ez így megy 12 éve. De ez egyébként meg valahol közben jó, nem? Szóval, néha veszekedéstől érzi az ember, hogy kicsit van tűz a kapcsolatában, hogy él, hogy veszekszik egy jót, aztán kibékül egy jót. Hogy két ember nem tud úgy együtt élni, hogy ne legyenek konfliktusok. Hát hogy ugye a két gyerek nálunk rendszeresen, hogy ilyen jellegű vitáknak azért nem szoktak szemtanúink lenni, de hogyha ők látják, hogy azért közöttünk kicsit zizeg a levegő, akkor megkötik a fogadást. Akkor elmenek biciklizni. Akkor őket rettentesen befeszülnek, és mindig attól félnek, hogy nekünk a következő lépcsőfok az lesz, hogy elváló. Miközben az, hogy két ember veszekszik néha. Nem. Valószínűleg nagyon sok kapcsolat ment tönkre a környékükön, és így rettegnek attól, hogy ez már egy út, tehát hogy mi elindultunk. És a gyerekek hallják bent az óvodába többiektől, hogy nekik elváltak a szüleik. Úristen. Szétköltöznek, hogy ma apánál alszom, hogy reménykedem benne, hogy újra összejönnek. Tehát, hogy... Az mondjuk szörnyű, hogy ennyi idős korban ez már így begyűrűzik a gyerekek. Hát ez már régóta van, persze. Hát ezért nagyon sokan válnak el. Ezek a gondolatok őket foglalkoztatják, és ha azt látják, hogy apa és anya között valami nincs rendben, akkor megijednek. És mindig elmondom nekik, hogy ez teljesen normális, hogy két ember néha vitatkozik. Az a nem normális, ha ezt utána nem tudják hogyan kezelni. És nem tudják. Nálunk nincs feszültség, a gyerek mindig tudja, hogy utána mind a ketten eszünk egy kis mogyorókrémet, és megnyugszom. Azt hiszitek, hogy hűl, de nem. És ezzel elhasimítva minden. Hát és meg tényleg az édesség megnyugta. A vadon család az erdő mélyén, érted? Körbeül egy ilyen mogyorókrémes bödöt. Nyam, magnak egy kis. Jó van, Ancsi, szeretnék. Megtörténik az édességbevitel, érted? És azonnal a szerotonin, dopamin szabadul fel a szervezetükben, és nincs ott helye vitának. Egy kilós francia Nutella. Jó áramhatás. Valahol egy nagyon szűk origón mozogtok, de én szeretem ezt a fajta szűk keresztmetszetet. Nincsenek kérdések, hát annyira egyértelmű. Neki van igaza. Kicsit összeveszés. Előveszed a mogyorókrémet, nyaltok egyet, és megvagyok. Hozzá nekem is egy kanalat. Én nem tudok ilyen egyszerűen. Duzzásan oda vetti, mi? Néha irítkedem erre a fajta egyszerűségre, mert ez így érzi, jó értelmet egyszerűség, hogyha van egy jó mogyorókrémet, akkor érted, körbeülitek, három kis kanál, mint a vadmalacok az erdőmén, elnyalogatjátok, és meg is vagytok. Kiderült egy csoki szája. Nagy egy kuszikája. Igen, a szemetekben ilyen kicsit a könnyek, meg a szánkszerűen a mogyorókrém így összekeveredve. És akkor van békül összegzüli, tehát ilyenkor nagy összeveszés után egy ilyen nagy katartikus együtt sírtok, elbújtok egy hetet, és a végén zokogtok, és makogva mondja a füledbe, hogy mennyire szeretni. Nincs ilyen? Hogy lesírod a mikrofont? Nincs ilyen, hogy bőgve szeretkeztek, és beleüvöltitek egymást a nap felkeltébe? Nincs. Kibékül összex? Nincs. Ilyen nincs, hogy szerintem ilyen nem létezik egy nőnek, hogy kibékül összex. No, ezzel nem tiltakozom. Hát férfinak van, az biztos. Egyszerűen nem tudom, szerintem a haragnál vágyrombolóbb dolog nincsen a világon.
Tehát én csak akkor tudok a Miroval ágyba bújni, hogyha megenyhültem. Vagy... Na de ugye oké, de úgy utána, tehát megtörténik tehát a megenyhülés. Mennyivel utána? Tehát, hogy ma este lesz a szex? Igen. Nem. Valószínű, látom. Hogy lesz. No! Na, persze, jó az, egy kis ajtócsapkodás. Igen, ajtót kell csapkodni, ki kell mondani ezeket a mérgeket, ezeket a dühöket, ki kell robbanni egy picit, de el kell engedni ezeket a feszültségeket, mert máskülönben az emberbe belekeseredik, belefor, és akkor igen, és akkor ma, tegnap kialudtam magam, ma már friss vagyok, ma már le fogom tenni este a mesekönyvet, le fogok menni hozzá, beszélgetünk egy kicsit. Meg ne kérjék, hogyha csak durcás a hátat fordulsz, és már azt gondolja, hogy akkor megy. Akkor már ez már jövök. Ez már jelzés érték. Ez már jelzés, ez már igen. Szabadra váltott a szemafor. Zöld a jelzés, zöld a lámpa. Fehér lámpa, mehetünk. Jani. Jó. Na viszont még annyit, hogy engedjetek meg, mert bár... Mondjál már, ez a te rovatod, Gyuri, hát nyugodtan. De a kifió már mondja, csak el szeretnék vele büszkekedni, mert életemben először csináltam meg, és szerintem ez egy nagy dolog, hogy lefutottam a félmaraton. Igen! Hát főleg úgy, Júli, ami a múlt héten volt nálad, hogy a gyerekbeteg, itt az, ott alszom, így megcsináljuk. És reméljük, te nem a Dunába dobáltad be a porrakat. Én nagyon vigyáztam egyébként arra, hogy az elképesztő, hogy a Vivi Csita városvédő futás több szemetet Légy kellett szépen. Összeszedni, mint a sima átlagos egy hónapban a fővárosban. Nagyon vacak volt, igen, borzasztóan vitte a szél a poharakat, úgyhogy tele lett vele a Duna, igen, de úgy tudom, hogy most már szűrik. Ugye egyrészt a szervezők raktak ki elég kukát, meg elég zsákot, én még olyan futóversenyen nem voltam, pedig voltam azért néhányan, ahol nem sikerült beledobnom egyetlen szemetesbe sem a műanyag poharra. Tehát, hogy itt azért ez valahol a futókról is szól. Hát én is. Érted? Kukába loptam meg szemetes zacskóba. Egy láttam, olyan kosz volt a Dunában, hogy ez egy elképesztő. Belefújta a szél. Elképesztő. Nagy holdpontok, nagy küzdés, nagy semmi? Nem, a 20. kilométernél éreztem azt, 10. kilométernél gondoltam azt, hogy szeptemberben maraton is meg lesz. 20. kilométernél azt éreztem, hogy le fognak szakadni a térdeim. Tehát, hogy így kész, tehát nem fogok tudni tovább menni, de aztán valahogy bevonszoltam magam a célba, de hogy ebben a 42 kilométerben mi a poén, én ezt nem értem. Tehát szerintem 21 kilométer, nekem az a tűrés határ, ennél több nem is lesz ez biztos. Én le a kalappal mindenki előtt, aki fut, sose tudtam ráérezni. Sokszor megkimentem, sokszor megpróbáltam, hogy nekem sose jött ez a futás közbeni eufória, meg amiről beszélnek, hogy de jó vagy. Átesel a holdpont, és már mosolyogva futsz, hogy én fú, de tudok szenvedni. Van. Utána azt tudom, amikor mit lezuhanyzol, és jól vagy. És közben nekem ez, álltok, van ez a futás közbeni, igen. Egyszer csak fellépő ilyen bizsergető eufória. Ez nekem nem jött el. Igen. Megálltam a 600-ig. Úgyhogy Bali, most már csak rajtad a sor. Mert a Feri az megcsinálja, nem sokára. Egyszerűen utána úgy, beszélhessünk erről. Tehát, hogy alkatilag van, aki máshogy terhelhető. Nekem egyszer egy felmérésre megállapítottak, hogy sokkal jobbak azok a sportok, amik hirtelen felviszik a pulzusszámot, utána pihensz 2 percet, megint felviszik a pulzusszámot. Én valószínűleg ezért érzem barom jól magam, például a teniszben. Nekem ez a hosszú monotonitás, hogy folyamatosan futsz. Én neki mentem egyszer 3 kilométernek 9-nek, lefutottam, de úgy szenvedtem és úgy utáltam, hogy soha többet. Tényleg. Tehát csak ha üldöznek. Vagy elveszik a kocsimat. És van, aki pedig úgy terhelhető, hogy ezt a fajta terhelést például nem bírja, hogy hirtelen leföl rohangálni ide-oda egy pályán, lásd mondjuk, mint tudom én, a Feri lehet, hogy tényleg 5 perc után meghalna, de olyan vidáman futja meg le majd a félmaraton, mert egészen más a szervezet és más a terhelhetősége, és jobban bírja ezt a fajta monoton terhelést. Hát meg ott el kell találni a labdát, tudod, jó, hát meg nálam ezzel a szemmel. Persze, de én erre egyszerűen nem vagyok alkalmas. Még úgy, hogy már mind a hárman. Vagy hát 2,5 ileg már lefutottátok, mert Feri most már csak egy fél lábbal áll előtte. Így van. De milyen fél. De mekkora fél, de milyen fél az, igen. Ügyes vagy. Na, ez nagy dolog, Gyuri, gratulálunk. Jó volt, és jó volt ilyen sok ember között menni? Tényleg? Ez a városi futóversenynek egyébként azért megvan a húzása. Szóval olyan hangulat van, tele volt kongással mindenhol, több helyszínen voltak zenészek. Óriási. Kongások. Igen mert aluljáróba is futnak át. Ezt nem csak vizionáltad a 18. kilométernél? Nagy fekete afroamerikai kongásokat vizionáltál? Japán dobosok mindenféle dobfelszereléssel voltak kint, és ráadásul ugye rengeteg szurkoló van, és az utolsó kilométerek környékén egyébként ott volt kint a családom, és én 18. kilométer környékén már azt hittem, hogy eltévedtek valahol, hogy nem találnak meg, hogy a túróban nem találhattak meg, amikor egyszer csak megláttam a Lidit egy hajrá anya felirattal, úgyhogy ó, na, az mondjuk cuki. Az jó, szóval az jó. Nagyon helyesek voltak, úgyhogy nagyon örültem neki. Meg van olyan, hogy ugye fel van írva a neved a rajtszámra, és egyszer csak azt hallottam, hogy hajrá, Júli. És mondjuk 19 kilométer környékén ez valami olyan erőt ad, löketet ad, nem is tudom, hogy fogalmazzak, hogy úgy
hogy úgy vitt, tovább, és most már tényleg már csak 2, meg 3, meg 1 kilométer van hátra, úgyhogy nagyon jó volt, nagyon jó élmény volt, úgyhogy ilyennek kell lenni az első félmaratonnak, azt gondolom, jó élmény volt. Na, viszont, téma. Na, már arra gondoltam, hogy esetleg nincs témát. De én hallottam ezt. 9 óra, 24 perccel esetleg nincs témát. Így tényleg, igen. Akkor csapjunk bele. Gyerekkönyveket hoztam nektek, mert hogy találkoztam, vagy találtam mostanában egy csomó új gyerekkönyvet. A gyerekeim ugye már rég kinőttek ezekből a Bogyó és Babóca típusú, stílusú könyvekből. Most már szeretik az iróniát, az izgalmakat, a lendületet a történetekben. Én úgyhogy találtam néhány ilyet. Kezdésnek egyébként ez egyébként más vonal, csak te ezzel találkoztál, és sokat hype-oltad, hogy majd kipróbálod. Kipróbáltam, nem működött. Ez az altatós könyv. Kudarc. Altatós könyv, ami arról szól, hogy olvasd el a gyerekednek, és a gyerek egészen biztos, hogy elalszik a végére. Mi olyan unalmas vagy? Igen. Konkrétan aludjál szépen bebegúz, ez a könyv címe, arról szól, hogy a gyereket olyan állapotban viszi, hogy mire véget ér a könyv, addigra a gyermeket valószínűleg alszik. Ez egy relaxációs technika tulajdonképpen. Ez egy relaxációs technika, hogy érzed, hogy egyre nehezebb a szempillás, stb. A gyerek nálam fejen állt, kiment, ivott, pisilt, visszajött, én már meg félig aludtam, már nagyon bevackolódtam, befordultam a fal felé, rohadtul nem akart el aludni. Nem csak az a lényeg, hogy unalmas legyen rettenetesen a mese? Nem, itt lassan mentek. Le van írva, hogy monotonon mond, lassan mond, és egyre álmosabb lett, elnehezedett a szempillája. Kétszer olvastam a gyerek, már látod, hogy kezembe veszem a könyvet, és riadtan kirohant a szobájára. Csak azt a mesét ne létszik. És tök izgatott. Ne olvasd. Aludjál szépen, benne gúsz. Van, ahol állítólag egyébként működik. Nekünk működött. Komolyan? Igen. Elaludtál? Jót aludtál? Ezért is lett a feszkú. Nem, egyébként egy, tehát hogy nekünk ez egy hétig működött ez a könyv, mert utána pontosan tudták, hogy mi után jön, és akkor már egy kicsit elunták. Viszont ez a könyv szerintem abból a szempontból szerencsés, hogyha egy szülő nem tudja, hogy mik azok a technikák, azok a relaxációs technikák, amivel egy gyereket le lehet ladizdani, akkor ezt elolvassa, és utána improvizál. Tehát, hogy mi... Tessék, Feri, látom, hogy... Benne van így, hogy oda van írva zárójelve, hogy név, hogy oda be kell mondanod a nevét. Egy perccel sem fiatalabb, egy perccel sem Feri idősebb. Lecí, pont akkora, mint te, Janika. Nem akarok több kávét inni. Tényleg. Ez erről szól, elvileg így kellene, igen. De nem, és akkor egyre lassabban beszélsz a végére, egyre mélyebbre, és mélyebbre ment. Kicsit agykontrollos. Igen, a Domján beszél így az agykontroll tanfolyamon. Vele beszélet, hogy aludjon. Egyébként nekem elaludtak, aztán utána egy hét után már mondták, hogy ezt már ismerik ezt az egész történetet, úgyhogy... És azóta se alszanak. Nem, azóta se a könyv az nekünk legalábbis működött, de egy idő után elunták a történetet. Na jó, de akkor mit érsz el vele? Az, hogy megtanulod azt, hogy mik azok a technikák, mik azok a relaxációs technikák, hogyan tudod például a gyereknek ellazítatni az izmait, mi az a gondolatmenet, amin végig kellene menni a gyereknek ahhoz, hogy elaludjon. Tehát én ezt mondjuk korábban már csináltam ilyeneket, hogy bekapcsoltam nekik valami halk zenét, és akkor feszítsd meg a kislábadat, aztán engedd el. Feszítsd el, akkor feszítsd meg a karodat, és engedd el. Szépen lassan kiengedi a feszültségeket, akkor képzeld el, hogy beszívod a meleg levegőt, és kifújod, és ahogy kifújod, akkor kiáramlik belőled a sok feszültség. És ahogy beszívod a meleg levegőt. Más technikák is vannak felé, mint hogy edd meg azt a maradék disznósajtot. Nem. Pálinkás kenyeret megetted, kis nap, húzzál. Még azt a fél kiló disznósajtot, aztán irány fogad mosni. És akkor rendszeresen a történt vége az, hogy elviszem őket gondolatban valami tengerpartra, ahol sétálnak, ahol kagylókat gyűjtenek, ahol simogatja a lábukat a tenger, és aztán... Na, ebből a fizetésben soha nem jutunk el. Ennyi csak gondolatba, fiam. És akkor aztán végül a történet vége az, hogy hazaérünk, és akkor befekszenek az ágyba, betakarom őket, és akkor addigra már alszanak. Szóval az a lényeg, hogy szépen lassan monotonon beszél, és ez egyébként ez a könyv, ez jó irány mutat, de mondom, ha azt hiszed, hogy ha a következő 2 évben ezzel fogod elaltatni a gyereket, nem vagyok benne biztos, hogy nem. Ez nem működik. Oké, mi van még? Másik nagy kedvencem a tetűmese. Jó ide, jó. Na, ez már nagyon jó. Erről szól. Miről szól? Ti hoztatok, a gyerek vitt már haza tetűt? A propizsiserkéken. Igen, de jó is az. Ismeritek a tetű sztorit? Tehát, hogy a családban volt. Nem. Nekünk egyszer a Lidi hazahozta. Szörnyű. Borzasztó. Tehát szörnyű. Életem legrosszabb élménye. És ráadásul a Milánt is, meg engem is megfertőzött. Én azóta visszajogok ezektől a dögöktől. És amikor megláttam ezt a könyvet, hát... Így kezdődik. Te kis tetű, gyere csak ide!
Hozzám beszél, bácsi. Igen, hozzád. Hová valósi vagy? Hát így szomszédból jöttem. Óriás. És akkor és a... még lapos neti voltam. Igen, én arról szólja, hogy a kis serke beszélget a tapasztalt tetű bácsival, aki mindenféle történetet mesél a saját életéről, hogy hogy kerültek ki a tetűfésűt, hogy hogyan próbált világuralomra törni a barátnőjével, és akkor kiokítja a kis serkét. Itt ez nem baj, hogy itt vonzóvá teszi a gyerek számára a tetű? Nem, mert ugye arról is ír, hogy hogyan... Képzeld, anyu, tetűs lettem, és így megy haza az óvodából. Többiek nem annyira örülnek. Én szerintem egyébként, ha egy gyerek tetves lesz, az baromi frusztráció. Nagyon ciki, nagyon kellemetlenül érzi a gyerek, hogyha mozog a haja, meg a feje, meg a bőre. Persze, mozog a feje nyilván. Hát de nem, hát a fejét arra vitte négy tetű. Nem mozog. Ez az, hogy még sosem. A fejénél fogva kiment a folyosóra. Igen, hova viszont őket, nem én megyek a tetre, én csak követem őket. Ez a szörnyű ciki érzés, és szerintem egyébként ez a könyv az azért helyes, mert így elmeséled azt, hogy jönnek, másztak. És akkor könnyebben elfogadja a gyerek? Hát inkább csak arról van szó, hogy egyrészt... Hogy tarkopasz. Szerintem azért jó a könyv, mert veled is megeshet, meg jó pofává teszi az egész történetet. Nyilván ez azért, hogyha valaki tetves lesz, az nem egy jó pofa történet. Rajtam könnyű kiszúrni. Rajtad biztosan. Le kell pöckölni. De egyébként helyes, mulatságos jó pofa, tehát nekem de nem. Ciki neked, de ha tetves a gyereked, mert szerintem, ha az óvodából hazahozza, az nem a szegénységi bizonyítványom. Az egy dolog, de hát tudod, milyenek a kevésbé elfogadó szülők. Jaj, te gyerekek, tehát, hát jelen nem a ciki, nem? Ezt mondod én is, de most a jól. Mi van ebben? Hát tetszes a gyerek, igen, összeszedt az óvodába, kiírtod, aztán nem lesz tetszes. Amíg úgy nézek rád, mint a Pest is a gyerek azért nem mer szólni anyunak is, meg apunak is, mert egyrészt fél, hogy levágják a haját kopaszra, másrészt meg kellemetlen érzi. Nincs ilyen, nem már, hogy levágjuk kopaszra. Persze, kirakják a főtére kalodába. Persze, lángszóróval leégetik a izét a sergéket. Ott ülödönke kalodába. Miért kerültek oda? Tetves lettem, tetves. Persze, az emészet. Tetűsödön. Kapsz a patikába egy tetűírtot, kiírtot, hát azért ez megtörténhet. Tehát ettől nem azt jelenti, hogy porcicák mennek nálatok, meg koszosak vagytok. Hát a gyerek valonnan ezt összeszed. Hát nem, mondom. Persze, ez nem egy akkora baj. Túl vagyunk ezen. Viszont itt van ez a három könyv, ami egyébként szerintem... Havas Henrik, még királynő. Igen, nem, ez egy korábban. Ezek az abszolút tabu döntögető, újszerű érzékeny kérdésekre, problémákra reflektáló könyvek, és azt gondolom, hogy egyébként ez nem az esti mese kategória, ennek alkalmat, szituációt, helyzetet kell teremteni, amikor a gyerekkel leülhetsz és elolvashatsz például egy ilyen könyvet. Én nem hiszek abban, hogy bizonyos kérdéseket nem szabad elővenni a gyerekkel, és nem szabad róla beszélni, és hogy be kell fogjuk a szemünket, és óvni kell bizonyos témáktól a gyereket. Hiszek viszont abban, hogy ebben a korban az empátiának a magjai nagyon jól elültethetőek, és egy csomó dolgot nagyon jól nagyon jó irányba tudod indítani a gyereket, hogyha nyíltan és őszintén beszélgetsz vele kérdésekről. És az én fiam is, meg a lányom is feltesz olyan kérdéseket most már, amikre igenis válaszolnom kell, nem mondhatom neki azt, hogy erre még ráérsz, és ez még nem a te dolgod. Nem arról van szó, hogy leülök velük híradót nézni, de nagyon sokszor futunk bele, akár a kocsiban itt-ott kérdésekbe, szituációkba, helyzetekbe, háborúról, hajléktalanokról, öngyilkos merénylőkről, és akkor kérdeznek, és ezekre válaszolni kell. És ezek a könyvek, ezek kifejezetten ilyen érzékeny szituációkra, helyzetekre reflektálnak. Az Ellenség című könyv, az, ami nálad van, Feri, az... A migránsokról szól, látom ott valami, az euróról őszintén, illetve a kerékpárosok. Igen. Szóval előszó Tarlós István. Ha kinyitod, akkor egy ilyen óriás nagy oldalon azt látod, hogy ilyen a háború. Ezzel indul, és tulajdonképpen az ellenség, az ellenségeskedés és a háború igazi arcát mutatja be. Az én fiam az például imád katonásat játszani. Soha nem nézettem bele katonás filmet, de hogy ezt nem egy életben saját. Mi van a körben, csak hogy értsük, hogy mit mutat? Tehát mondj egy képet, vagy egy háborús helyzetet. A sztori az, hogy sivatagban vagy két gödör van, és mind a két gödörben van egy-egy katona. Akik ülnek és gondolkodnak. És azon gondolkodnak, hogy mennyire befejeznék már ezt az egész háborúskodást, hogy esik rájuk az eső, hogy éhesek, és tulajdonképpen azt veszed észre, hogy tök ugyanolyan az a két ember,
kapnak a háború elején egy kis könyvet arról, hogy milyen az ellenség, és azt úgy tanulják meg a másikról, hogy a másik az egy állat, aki lemészárolja a nőket, az embereket és a gyerekeket, és ezért kell őt gyűlölni. De közben azt érzi a kis lövészárkában az ember, hogy nagyon szeretné már ezt az egészet befejezni, szeretne már hazamenni. De jó vagy, nyomasztó vagy, ezt most azt miért hoztad be? Tehát, hogy durva vagy, hogy Nem, mert hogy aztán átmásznak egymás lövészárkába, és megtalálják ezeket az ellenségről szóló kézikönyveket, és a saját képeiket találják meg benne. Aha. Tulajdonképpen arról szól, hogy végigolvast ezt a könyvet, és egyébként meg is mutattam a gyerekeknek, és nagyon-nagyon tetszett nekik, hogy az, hogy azt látod, hogy csillogó kütyükkel hadvezérek harcolnak, és háborúskodnak, és hogy ez mennyire menő, hogy ezek mögött, a történetek mögött emberek vannak, akik belekényszerülnek egy helyzetbe, akik távol vannak a családjuktól, hogy ez a háborúskodás, ez egy szörnyű történet, ez egy szörnyű probléma, hogy hogyan huszítják egymásnak az embereket, katonák, hadvezérek, milyen érdekek, milyen motivációk vannak a háttérben. Feltétlenül kell egy 6-7 éves gyereknek egyébként? Figyelj, olvasd el, mert hogy a stílusa egy nagyon egyszerű, nagyon alapgondolatokkal, mondatokkal dolgozik, nagyon jól fejezi ki magát, és nagyon egyszerűen fogalmaz. De hogy nem hisz a 6 éves gyerek, és azt mondja, gyerek is olyan, ma az ellenségről olvasok neked. Nézzünk egy háborús helyzetet. Szerintem... Azért ezt így nehéz elképzelni. Nyomorúságosan ültek a katonák a gödörben, már térdig vízben állva. Nem tudom, hogy igen, hogy ne hagyjuk ezt meg később. Szerintem ez kinövi a gyerek. Tehát, hogy a kisfiúkban alapvetően be van ez oltva, hogy katonáskodás, meg háborúskodás, meg puskával játszok, meg kis játékharckocsikkal, stb. Ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy egy ilyen militáns állat lesz majd. Gondolom ezt. Csak azt látom, vagy azt hallom, hogy rengetegszer találkoznak azzal, hogy emberek egymásnak esnek, és nem értik, hogy miért esnek ezek az emberek egymásnak. És hogy mitől lesz valaki ellenség, és mitől lesz valaki gonosz, és rossz, és miért akarja az egyik ember megölni a másikat. És ez a könyv szerintem ez tök helyén kezeli ezt az egészet, és jó helyre teszi az egész történetet. Na tessék, elerett az eső, csak esik és esik, hideg van és zuhog, utálom az esőt. A hőséget se szeretem, de az eső az még rosszabb. Mindig, amikor esni kezd, arra gondolok, hogy abba kéne hagyni ezt az egészet, de nem tudom hogyan. Csak mások tudják, azok, akik elkezdték. Ők persze szóba se állnak velem. És tehát nem azt mondja, hogy átmegyek és átkaszabolom a torkát, és hogy... nagyon egyszerű mondatokkal dolgozik, és szerintem nagyon jó a stílusa, és nyilvánvalóan ezután, a könyv után te elkezdesz beszélgetni a gyerekről, és nagyon sok minden kérdés, gondolat felmerül benne, amire te válaszolhatsz. Ezek nagyon jó gondolatébresztő könyvek szerintem. A Mutter, meg a Ginek, hát srácok, ez egy olyan gyomros volt nekem. Na, ez az utolsó, mert aztán mennünk kell, bocsánat. Jó, tök érdekes, hogy egyébként, hogy a Miro elkezdte, én ezt úgy olvastam végig, hogy nekem végig... Sírtál? Hát nem, a gombóc azért ott van a torkomban. Ez egy kislányról szól, akinek az anyja alkoholista. Iszik, igen, hát ez a... De valahogy olyan jópofa stílusban írja le ezt az egészet, olyan ironikus, olyan fekete az egész, hogy ha elolvasod, a Miro például az elején nagyon jókat kacarászott rajta, aztán egy idő után elment a Mirónak minden tetszik, amiben alkohol van, nem? Szeretem. Bevágottunk a kocsiba, és a kocsi kilő, mint a nyíl, vagányul csikorognak a kerekek, áthajtunk a piroson, össze-vissza kanyarogva kerülgetjük a szembejövőket, mert a Mutter úgy tud vezetni, mint egy autóversenyző, és a kézifékes fordulást is tudja. Amikor hazaérünk a ház elé, a Mutter csinál magának egy kis helyet, és beparkol, aztán kiszáll, de megint abban a bílegős magas sarkujában van, úgyhogy elszédül, mert olyan magas, és egy kicsit leül pihenni az úttest közepén. Kényelmesen ücsörög, nézegeti az aszfaltot, de én már mennék haza, mert éhes vagyok. Kinek szól? Igen, pont ezt akartam kérdezni. Nem. Mutter, aki magas sarkú, feltreng az út közepén? Igen, tehát hogy az a kérdés, hogy ezt egyébként az, hogy egy anya ihat, az, hogy egy nő ihat, az egy ilyen tabu kérdés. Arról eddig nem szólt irodalom, arról eddig nem beszéltünk. Tehát egy kicsit többről van szó, itt egy alkoholista anyáról. Az alkoholista anya ezt nem fogja felolvasni a gyerekének. Az alkoholista anya nem fogja felolvasni a gyerekének, viszont ha ez egy kamasz gyerek kezébe, mert nyilván nem 6-7 éveseknek találták ki, ezt egy ilyen 12 pluszosnak találták ki, annak jó, akinek alkoholista az anyja. Júli, nem jó, de hogy jó. Meg ő benne élő nem fogja elolvasni ezt a könyvet, úgyis tudja, hogy miről van szó, hogy sokkal húsbavágóan érzékel ezt a dolgot. De most gondolom, van egy alkoholista anyád, aki minden nap üvöltözik, aki berúg, aki részeg, elolvasol a 20 oldalt, attól neked nem lesz jobb, meg nem lesz könnyebb. Ez egy ilyen vicces felnőtt könyv, hogy írjunk arról, hogy alkoholista az anyám, olvass el egy gyerek, ettől egy valóban alkoholista szülőkkel rendelkező gyerek nem lesz jobb egyébként, sem lesz könnyebb. Én azt gondolom, hogy egy kamasznak, viszont aki nem ér ebben a történetben, vagy nem ismeri ezt a
könnyebben megérti őket. Akkor szerintem igen, egy kicsit átláthatóbb, érezhetőbb ez az egész szituáció. Szerintem nem soha vicces, nem érti meg igazán. Minden nap billegve jön. Pillanatig nem vicces. Egyáltalán nem vicces. Igen, nem azt mondta, hogy vicces, csak hogy nem, szerintem ettől nem érted meg könnyebben. Van egy ilyen könyv. Hát nem, ez abszolút áthalásos könyv. Tehát, hogyha ezt elolvasod, egy pillanatig nincsen kedved kacarászni, mókázni rajta, mert hogy... Én szerintem a legutolsó, ez inkább felnőtteknek szól. Tehát ezt inkább a felnőtt érzi az iróniát, meg a felnőtt érzi azt, hogy na hát, de jó, hogy nem ez van. Tehát elsősorban ezt nem feltétlenül gondolom, hogy gyereknek szól. De az igaz, hogy jó őket kimozgatni a saját komfortzónájukból, meg olyat olvasni, szerintem ami kicsit elgondolkodnak. Szerintem kellenek ezek a könyvek. Igen. Én szeretem ezeket a könyveket, mert... János, a tetűmesét a világnak hadd szeretetem, mondtad a múlt héten, hogy vannak nagy problémák. Nagyon szépen köszönöm, nem, sajnos nem. Már foggal kiszedte jönni az összeset. Hogy kell a serkéket? Van lehetőség arra, hogy komoly dolgokról beszélgesse gyerekekkel, és nyilván nem lefekvés előtt, hanem napközben, de azért érdemes ezeket a könyveket így elővenni, és beszélgetni róla. Na, mindegy, nyilván a teljesség igénye nélkül csak pár könyvet. Látod, Gyuri, tudsz, te akarsz, hát nem csak karácsony felhőket. Nem csak a na, akasztasz magadra, látod. És mész fotózni, érted, szexis képeket. Hát azért vannak gondolatok, amik megérintenek. Ez jó. Egyébként örülök, hogy ezt behoztad. Puszilunk, Gyuri, köszi. Én is titeket. Ciao, köszönjük. Szia. Köszönjük szépen. Te passzoltad a tetűskönyvet, nem viszed el? Nem vagyunk érintve. A piásat akarom. A maga piás anyukát, úgy az igazi. A igen, a lányok, tetűs, a feleségem alkoholista, én meg mi legyek. Na játsszunk már is egy jó kis hármas ugrás, itt van a hallgatónk. Hármas ugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! Halló, jó reggelt! Halló, sziasztok, Áron vagyok. Áron! Hello, Áron, honnan hívtál minket? Kérem? Miskolcról. Elmaradt az elején. Miskolcról idén nem megyünk, viszont Kazincbarcikára igen átjössz. Át, igen. Na, jó van. Jó, picit rosszul hallunk, Áron, hol vagy? Itthon, de várjatok, fülesre tettem, áttettem. Igen, valamit csinálj, Léci, hogy kicsit jobban halljunk, mert ez így nem annyira. Jobban hallatok? Igen, sokkal. Mehetünk? Mehetünk, persze, csináljuk. Így szól az első kérdés. Hány testvére van Király Viktornak? Király Viktornak? Hát a Lindán kívül... Van esetleg már? Ez volt a kérdés, hogy hány testvére, nem fogjuk illetve megmondani tudjuk. Egy jó választ. Gyorsan, mert lejár az idő. Hát akkor legyen kettő. Úgy van. Kettő. Így van. Ja, bocsánat. Jó, egy gyiker testvére van. Menjünk tovább? Persze, csináljuk. Melyik sportág kétszeres olimpiai és hatszoros világbajnok a Gyulai Zsolt? Gyulai Zsolt? Hát ez nem a mai idő. Nem. Gondolom én. Kajakozó? Így van. Pontosan. Igen. Kajakozás. Harmadik kérdése mi legyen? Hát max gumbozunk egyet, menjünk, nézzük. Melyik ország legismertebb védőszentje Szent Patrik? Hát az Írország. Így kell ezt csinálni. Gratulálunk. Ez egy szép megfejtés volt. Szép megfejtés volt, cson nélkül, úgyhogy... Hát a szerencsé van már Patrik a bátyám úgyis, és már tavaly játszott fel a tekesztelt hármas ugrás, de neki nem volt ekkor a szerencséje. Áron, köszönjük. Viszont igen, neked volt, úgyhogy küldjük. Igen, ő nem volt ügyes, emlékszem rá, én is egy helyes cserfes hangú fiatal. Így van, nagyon kedves hangulatos volt a beszélgetés, de egyébként úgy nem. Igen. Nem, bénázott sokat. Áron, küldjük az ajándékcsomagot, neked ügyes voltál. Rendben, köszönöm szépen. Köszi, ciao, hello. Ez volt a hármas ugrás a Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre. Na, hívjuk a nyertest akkor gyorsan. Volt ugye egy kérdésünk, hány fordulóból áll a 2016-os túraautó világbajnoki szezon, és volt kettő darab jegyünk. Azért mondom, múlt időben, mert már megvan a nyertes. Megvan a nyertes, így van, már hívjuk is, és ott lehet a most hétvégén megrendezése kerülő Hungaroringen. Hungária. Hungaroringen megrendezése kerülő túraautó világbajnokság. Magyarországi futamán. Tessék. Balázs, Morning Show, hello, itt a Jali meg a Feri is, ciao. Sziasztok, nagy Adri vagyok. Szia, Adri. Adri, hello. De örülünk, te is. Hát nagyon örülök, látom hívásatokat. Na. Nagyon szerettem volna jegyet nyerni a férjemnek. A férjednek, na. Tényleg? Igen, igen. Rendes asszony vagy te. Jaj, jó asszony ez az Adri. Jó asszony ez az Adri, de tényleg, hát a férjének nyer. A drága szeretett férjének, mi a jó válasz? 12 futamból erre. Így van. Ó, nagyon örülök. Ó. Így van. Nagyon jó. Péntek, szombat, vasárnap, péntek, vagy csak vasárnap?
Vagy csak a férjed megy. Igen, hát vagy csak a férjed. Hát nem tudom, lehet, hogy valami ismerősen, meg kisbabával vagyunk, vagyok itthon, és lehet, hogy valami haverjával fog menni, de akkor péntek, szombat, vasárnap kint lesz. De milyen rendes vagy, te komolyan mondom, otthon vagy kisgyermekkel, és még megnyered a férjednek, még engeded, hogy a haverjával is elmessen, vagy már szabadulni akarsz. Három nap szünetet. Igen, vagy már nagyon elég kis pihenj. Igen, menjen pénteken, jöjjön vasárnap. Addig küldjük a jegyeket. Jó, nagyon szépen köszönöm. Jó, köszi, hogy írtál nekünk. Ciao. Köszönöm, sziasztok. Hello. Na jó. Holnap is lesz még. Egyébként BTCC-s kérdés, úgyhogy nem fogytunk el. Természetesen. Ez megy egészen péntekig, így van. 3-4-10 lesz, 2 perc múlva jövünk mindjárt a nap legjobb pillanataival. Utazás közben, otthon, a munkahelyen, a bevásárlóközpontban a Klassz FM szól. Kérjük, ha megkérdezik, mondja el, a Klassz FM-et hallgatja. Köszönjük. Csak slágerek. Klassz FM, a rádió. Ez itt a Morning Show. A Klassz FM-en. 3-10 múlt pontosan 3 perccel. Szép reggelt mindenkinek, itt vagyunk, mutatjuk, hogy miről is volt szó ma reggel, jönnek a nap legjobb pillanatai. Ugye arról beszélgettünk, hogy Cvitkóval indult a történet, aki elmondta, hogy állítólag megzsarolták. Hát nagyon bulvárszagú a történet, de mi hittünk neki. Hajdú Szoboszlón egy fürdőzőben egy vendég odalépett hozzá, és 20 000 forintot kért a tévéstől, hogy ne hozza nyilvánosságra a képet, amin ugye Cvitkó hát sapka nélkül látható. És arról beszélgettünk, hogy ki milyen hírességet, celebet, sztárt látott már olyan élethelyzetben, amit ugye a celeb vagy híresség nem kíván a saját magának, kicsit illuminált állapotban, vagy éppen valahol elbóbiskolva. Egy szóval olyan élethelyzeteket vártunk, amiben ti celebjeinket láttátok már. Hát szenzációs SMS-eket kaptunk, voltak olyan hallgatói hozzászólások, hogy egyszerűen imádtuk tényleg. Úgyhogy erről volt szóval reggel, valamint beszélgettünk Vitézi Dáviddal is, és hát szerettük volna kideríteni, hogy mitől működik majd az autósok és a bringások együttérése a fővárosban. Mondott jó dolgokat, amit szerintem mindig meg kellene fogadni, mindig mond, egyébként így van. Úgyhogy jönnek már is a nap legjobb pillanatai. Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. Ezek hallgatói SMS-ek. Egyértelmű. Mit sosem mondanánk. Nem, hát is. Valós. Igen, valóságtartalmakra nem tudunk mi. Nem tudunk meggyőzni. Elhatárolódunk maximálisan. Igen, gyorsan csak egy válasz még a VTTC játékra. Ugye 12 volt a jó megfejtésű futamot mondott, de 12 fordulóra gondolt, nyilván csak rosszul mondtam. Tehát jól válaszolt a 12-vel, azért is tettük adásba, csak ugye a forduló helyett a nagy izgalomban futamot mondott. Csabi, hello! Jó reggel, sziasztok! Hello! Ez érdekes történetek ezek, igen, és ilyenkor mindig várja az ember, hogy úristen, csináltam-e valami olyat, amit csináltál. Végig kell néznem az SMS falat, hogy akkor én figyelnem kell arra, hogy mit és hol csinálok. Estél már te is ki az autóból a Mizslási falunapon. Ha vannak ilyen rádióműsorok, kell rámenni, mit csinálnak a sztárok. Nem jött semmi. Hívjuk a naphallgatóját gyorsan. Senkit nem érdekel, hogy mit csinálok. Mi? Hát amikor de régen híres voltál Sing Singel, igen, de most már. Szemét. Morning Show. Az bizony, jó reggelt. Hello. Már nagyjából egy hónapja várom, hogy hívjatok. Tényleg? Na. Igen. De igaz, amit írtál? Igen. Mit igen, írtál? Négy évet történt meg, és a Donatellácskával ott gőrkorcsajával ráadásul étkezési utalványra próbáltak pálinkát vásárolni. Kiszeltündéről van szó. A Zamárdi Pálinka Fesztiválon Erzsébet utalványjal akarta megvenni a pálinkát. Így van. 500-es címlettel, és ott mondta, hogy hát de én vagyok az. Jó. Mint az segíteni az Erzsébet utalványon. Hát szép. És mondta, hogy inni kék. Viszont egy közös fotóra azért bevállaltuk. Igen? Természetesen Donatellácska lefotózott minket. Donatellácska csinált egy fotót. Hát ha máshogy is bevállaltátok volna, ez kura ízlése volt. Tündét és téged lefotózott Donatellácska. Te vagy a naphallgatója, mondtad, hogy Morning Show, úgyhogy egy szép kis ajándékcsomaggal hálálnánk meg ezt a történetet. Köszönöm szépen. Ugye, nem gondoltad volna, hogy egy Zamárdi Pálinka Fesztivál egyszer az Erzsébet utalványos kiszelt tündével egy ajándékcsomagot jelent neked, de hát így van. Küldjük, jó? Köszönöm szépen. Köszi, hogy minket hallgatsz. Ciao. Hello. Csabikám, milyen zenéid lesznek ma? Remek zenék? Persze, hát csak is. Egy történet jutott eszembe, nagyjából 2 évvel ezelőtt kezdett el a Kívánság műsorban feltűnni egy dal, ami annyira tetszett már akkor is a hallgatóinknak, ráadásul, képzeljétek el, amikor először lejátszottam, akkor a Feri kedves felesége, nem felesége, hanem a kedvese, a Béka, küldött nekem egy üzenetet, hogy azonnal mondja meg, hogy mi ez a dal. Tehát
Mi volt ez? Ez a Bedouin Sound Clash. Ja, vagy úgy. És én vele élek. És én élek. Egy Bedouin Sound Clash. De vissza is kérdeztem, hogy nem tetszik. Azért mondom, hogy tök jó. Azért, mert tetszett. Hát ügyes lány. Aztán pedig jönnek a Bushman kongások. Ó, hát ez jó volt. A Bedouinok után. Ez a történet jutott eszembe, úgyhogy azt gondoltam, hogy akkor meg is hallgatjuk a béka nagy-nagy örömére. De egyébként a többi hallgató is szeret, úgyhogy nem csak a béka fog most örülni. Csabikám, köszönjük, meghallgatjuk. Jó munkát neked. Kösz. 0-0 a telefonszám, kérjetek Csabitól dalt, mi pedig jövünk holnap 6-kor. Szevasztok! Ciao, ciao! Hölgyeim és uraim! Ez volt a műsor, amelyre az ország ébredt. Ez volt már a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora.